Drága kívánosok, szeretettel köszöntöm Önöket!
legyen, és ölelni fogtak, hogy vettük a napirendnek el a képviseletes eredmését. Javaslat bizottsági tagcserével kapcsolatban először is. Az elnöke kiasztásra került. Kiasztásra került, igen. Nincs hozzáfűző való, kérdés észrevételt nem látok. Úgyhogy mindig kapva a szavazás. Második napirendi ponttal folytatjuk a munkát, a költségvetés és a 23. költségvetés tartalmi módosítását előterjesztett kérdezett figyelme kiegészíteni meg az azt utolsó szintén a tanulásokat. Megtisztel a képviselő testület, a pénzügyi és költségvetési bizottságról anyagban megtárgyalta a költségvetés árbeszámú módosításának javaslatát és a képviselő testületnek elfogadására javasolta. A képviselők is megkapták, megismerték. Én bízom benne, hogy minden tekintetben átadom megosztát, és mindezek figyelemben jutérében javaslom a képviselői testületnek elfogadásra. Köszönöm szépen! Más kérdés részlemére a szabóvalás képviselőről látok, igen, köszöntök mindenkit. A költségvetéssel kapcsolatban a helyi védettségi épületeknek a felújítására elkülönített 25 millió forinttal kapcsolatban szeretnék érdeklődni. Ugye ez akkor, ha jól látom, akkor továbbra is rendelkezésre áll a költségvetésben, és akkor ennek az idei felhasználásával kapcsolatban van-e arra lehetőség, hogy a benyújtott pályázata, akkor most 16-18-nak, megkapja ezt a támogatást, hogy 16 millió forintra tartanának igényt ennek a háznak a lakói. Elkészítették a terveket, elkészítették az összes, gyakorlatilag mindent, amit a főbítészről előírt számunkra. De hát az ügy az óra óta gyakorlatilag tapasztalta húzódik, és úgy látom, hogy nem húzódik minden szerepel a költségvetés módosításában. És tudom, hogy több ilyen védett épület nem pályáznak ebben az évben ilyen célra, ezért azt szeretném kérni, hogy ezt a 25 millió forintból 16-ot erre a célra le tudjon hívni ez a társasház Újpesten, ami természetesen a 10-es választókörzetben található. Úgyhogy azt szeretném kérdezni elsősorban Tripol Norbertra, hogy megengedi-e, hogy ez a ház megcsinálja ezt a felújítást idén. Kérem, hogy ő válaszoljon erre a kérdésre. Mindenkivel most már beszéltem az elmúlt hónapokban, Déri Tiborral tegnap itt a parkolóban, telefonon is, Cigler Lászlóval is beszéltem. Még mindenki,
mindenki megígérte a borfesztiválat, és meg lett ígérve. Az előzetes kötődésen is meg lett ígérve. Ezt az ígéretet szeretnék egyébként a ház lakóinak a nevében most már beváltani. A ház lakói egyébként tök függetlenül a mai testületetődéstől írtak nekem. A mai napon arról értesítettek, hogy jövő héten tartják a következő közgyűlésüket, és szeretnék már erre a közgyűlésükre jó hírrel érkezni, illetve jó tanácsokkal ellátni őket arra vonatkozóan, hogy amikor a pályázatot nem tudom frissítik, vagy nem tudom voltak most az ügy, hogy hol akart el, akkor ez benyújtsák, és kedvező ajánlásban részesülhessenek még ebben az évben. És azt szeretném elkerülni mindezzel, hogy úgy járjanak az újpesti védett épületek, mint amit tavaly jártak, hogy egy sem újul meg közülük. Hiszen tavaly is ez a 25 millió forintos keret rendelkezésre állt, de mivel annyira szigorú ez a rendelet, ami ezt a védett épületek felújítását hediekben támogatná, hogy nincs olyan ház gyakorlatilag Újpesten, aki erre tudna vagy akarna pályázni, hiszen olyan feltételeket támasztott a kormányzatot nem tudnak vállalni, és már gyakorlatilag az se derül ki, hogy érdemes nekik ezen gondolkodni, elolvassák ezt a rendeletet, és úgy döntenek, hogy ez túl nehéz. Ezért javasoltam az előző testület ülésen, hogy ezt a rendeletet módosítsuk, annak érdekében, hogy több ház előtt megnyíljon ez a lehetőség itt a kerületben, hogy ilyen felújításokat tudjanak eszközölni. És azt gondolom, hogy 25 millió forintból legalább egy, de van olyan eset szerintem, hogy akár két ház is meg tudna újulni évente. És nem értem, hogy az önkormányzat miért nem akar élni ezzel a lehetőséggel, és nem arra kéne szerintem várniuk itt benne a városházán, hogy majd esetleg valamelyik ház az pályázik, hanem proaktívan kellene önmagának ezt a házatnak a figyelmére ajánlani. Ez Újpest városának az érdeke kellene, hogy legyen, hogy ezeket az épületeket megőrizzük az utókornak. Azt gondolom, hogy ebben az esetben, amiről én beszélek itt most, gyakorlatilag mindenkinek a lakói összefogás, saját kézükből letervezhették ezt az épületet, bejártak, felkérésképi egyeztetést lefolytattak, ilyen engedélyezési eljárás nincs túl vannak. Van építész, közös képviselet, szándék, minden megvan, mégis húzódik ez az ügy. És tényleg nagyon udvarias voltam eddig, birka türelemmel viszonyultam ehhez az ügyhöz, de most már látom, hogy húzódik, és indokolatlanul késedelmet szenved, és ezért szeretném sürgetni a városnak és hozzá rendeletmódosítást ebben az ügyben, vagy ha nem hajlandó ezt megtenni, akkor viszont egy olyan támogatási formát találjuk ki ennek a háznak, ami elvezet odáig, hogy aztán a felújítás megtörténhessék. Szerintem ez mindenkinek az érdeke lenne, és hogyha egy jó gyakorlatot ki tudnánk ebből alakítani, én ezt erre törekedtem az előző projekt esetében, akkor talán a másik újpesti védett épületek is gyorsabban, meg hatékonyabban, meg négyszerben gondolatban a jövőben. Szerintem ez lenne a közös érdekünk, és tényleg miatt is kicsit fájdalmas, hogy ez nem tudott ez a projekt még előre haladni. Ugyanakkor természetesen utólag is, századjára is szeretnék megköszönni, hogy szóval mellett előtt a szomszéd épületet, azt tudta támogatni az önkormányzat, és ezt nem tudok elég hálásnak lenni, mert a lakosoknak elég hálásnak lenni. De most a feladat az az, hogy a szomszéd épület is meg tudjon újulni. Ennek kéne a triponnal, de segítségét elsősorban. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Azért mindenki előtt ismer az a rendelet, hogy szabályoz ennek a működésének az egész védett épületekkel kapcsolatos felújításnak művelték. Ezért zárójelbe jegyzem meg, hogy amennyiben ezen az úton elindulunk, onnantól kezdve valójában Újpest valamennyi 1940-től 84 épület házra is jelentkeztet a olyan önkormányzati támogatással, ami valójában az önkormányzatnak semmilyen tulajdon része nincsen. Van kettő olyan lakás, egyiket se érinti 20 fontja, ezt ön mondta, szerintem a világ folyamán. És egyébként zárójelben jegyzem meg az újpesti rendelet, ami most is érvényben van, az egyik a kerületek összehasonlításban a legbőkezűbb e tekintetben. Tehát, hogyha a Kossuth 70-et érintjük, ott 12 millió forintot adott az önkormányzat, mellette más kerületek, annak csak 500 ezer forintos hozzájárulást biztosít egy ilyen esetben, és tudom, hogy ilyenből több is van, bár ennek az előkészítésének a önnek készülő válasz, ami egyébként, hogy ott van, akkor fog kimenni
Budapesti rendelet, tehát tényleg néhány példaként, hogy a 9. kerületben például most 200 ezer forinttal tudják támogatni házakat, van, ahol utána a 19. kerület lesz 20 millió forint, viszont a projekt költségének maximum 50%-át, tehát tényleg értelmi jó is megengedő rugalmasság elmeletek. Én ugye úgy tudom, hogy a félkészülőnek tovább végeztetésre várják a házat, tehát én azóta nem jelentkeztek. Tehát én javaslom nekik, hogy bírókozósisággal keresték meg a félkészülőt, és akkor nem tudják folytatni megfelelő egyeztetéseket. Egyébként valóban nagyon szép minőségben készült el a Kossuth utcáját, és a 68-nak is javaslom, hogy feleljenek meg a rendeletünknek, négy jövőben rendelkeznek, tehát azokat a dolgokat, amik nem tartoznak bele a védettséggel kapcsolatban, a szigetelés, állványozás, ezeket az önerőből, ha meg tudják finanszírozni, akkor gyakorlatilag még egy nagy szép hátrányt új újításán. Nem mondom, hogy percig se kétségbe, hogy vannak ennek sokkal szigorúbb rendeletek a városban, hát éppen épp ma. És ez minket nem kéne, hogy ahhoz kössön, hogy végeredményképpen mégsem tud megújulni egyház sem. Hogy számolunk el azzal, hogy tavaly például egyház sem tudott megújulni, a tavaly költségvetés keretére? Hogy számolunk el azzal, hogy idén sem fog megújulni? Tehát láthatjuk, hogy bármennyire is bőkező az a rendelet, meg azt gondolhatjuk róla, hogy mennyire az, gyakorlat próbáját már nem állja ki. Mert nincsenek jelentkezők, akik ezt szeretnék, ezt a nagyon nagy lehető támogatás igénybe venni. És igen, kifejezetten extrém magas támogatást adott a 70, ezt köszöntem meg az előző hozzászólásokat, és ami őzők azokat is hálásnak tenni érte. De azt látjuk, hogy olyan feltételeket támaszt még mindig nincs a rendelet a potenciális jelentkezők számára, ami nem teszi a nap végére lehetővé azt, hogy ezek a felújítások megkezdődjenek, meg megvalósuljanak. Úgyhogy szerintem ezért is indokolt ennek a rendeletnek a módosítás, hogy ezt a rendelet, de 2017-es talán a rendelet, bizonyára többen ismerik, de 2017 óta eltelt azért 6 év, és hát az idő próbáját láthatólag nem állják. Láthatólag nem állják ez a rendelet. Tehát eljött szerintem az ideje, hogy legalább átgondoljuk, vagy pedig felülvizsgáljuk, vagy ha megvizsgálni azt, hogy miért nincsen elég jelentkező erre. Tehát én szerintem az ideális eset az lenne, hogy sorolnak az ilyen típusú házat Újpesten ezért a támogatásért, és egymással versenyeznek. Érted? De nem ezt látjuk, hanem azt látjuk, hogy nincsenek jelentkezők. Ennek számos oka lehet, hogy a házakban kell keresni, vagy nem tudom, de az biztos, hogy végeredményképpen azt a elméletileg, nem is tudom, hogy ki van egy tűzve ilyen cél, de hát jól látja, ki lett volna tűzve ilyen cél, hogy évente egy épület megújjuk, szerintem azt be kellett volna tudni tartani. És én ezért vagyok elkeseredve, de egyébként akkor most, hogy kaptam ezt az üzenetet a lakóktól, meghívtak a jövő csütörtöki lakógyűlésükre, 6-tól mácsoljam a városvezetéstől, és valakit a városvezetést legyen kedves delegálni erre a közgyűlésre, jöjjenek el és mondják el, hogy mi a menete akkor a továbbiakban ennek a projektnek. Valaki, akár alpolgármester úr, akár polgármester úr jöjjön el, hallgassa meg őket, mi az, ami hiányzik még. Mit kell még az ügy érdekében ahhoz tenni, hogy ez a támogatás még ugye az idei év folyamán elhívható legyen. Erről folyik tulajdonképpen köztünk, amit az idei év folyamán, tehát már októberban lassan. Ha ez nem oldódik meg, akkor senki nem fogja meghívni ezt a támogatást. Tehát ezért mondom, hogy sürgetek ezt a történetet, mert itt három hónap egy ilyen történetnél, hát az pillanatokon belül repi le. Úgyhogy legyen kedves a városvezető, és egy valakit delegáljon, küldjön majd a meghívót erre az eseményre, jövő csütörtökön lesz, és igen, hogyha ilyen van, hogy mondjuk a ház most nem jelentkezett, akkor azt pedig pótolják be, és jöjjenek be a főépítész irodába, ebbe jegyezhetek szépen Lászlóval, és akkor folytassák az egyeztetést. Erre fogom én is őket bátorítani. De akkor mit gondolom, mert akkor még ezt megkérdezem, hogy rendben lesz, hogyha minden papírt megnyújtanak, rendben lesz ez a támogatás? Mert azt is érzem, meg hallottam egy ötös, hogy valójában nagyjából arra fele akadt el ez a történet. Nem tudom, ez igaz-e, nem? Ha nem igaz, akkor meg cáfolja, de hogyha rendben lesz, akkor kérem azt, hogy erősítsenek a trikonmodellt, és akkor hallottam én is tovább. Köszönöm szépen. Szerintem, hogyha a rendeletek megfelel, és minden dokumentum a rendelkezésre áll, akkor nincsen akadálya annak, hogy a támogatás megszülessen. De mondom, van egy rendelet, a rendeletnek van a feltételek, a feltételeknek megfelel, onnantól kezdve szerintem, most nézek alpolgármester úrra, a Ziegler alpolgármester úrra,
hogy ennek a támogatásnak gyakorlatilag nincsen akadálya, de van az esetben megfelel, mellett szabályozásnak. Tippolva meg akadásnak. Már nem tudom, hogy ez a téma, ez így annyira a költségvetés és módosításával kapcsolatos, de tessék kapcsolatban. Viszont képviselők először is azt szeretném mondani minden tisztelt képviselőknek, hogy hallomásoknak és petyáknak menjenek föl. Én azt gondolom, hogy sokkal komolyabb képviselőknek, nincs semmi, mert hallomások petyák alapján képzeljük el. Mivel a költségvetésről beszélünk, ezért a költségvetési jelenlő választat egy ilyen tisztelt képviselő úr kérdésére, fogalmilag értelmezve minden költségvetési előjátszat az adott célra, melyet a képviselő testületi jogvá hagy, az biztosítja a jogszerű felhasználást, a jogszerű felhasználás lehetőségét. Köszönöm szépen! Lezártam, amit elnyeketlen egy dolog, hogy az önkormányzat képviselője, tehát az önkormányzatok a tulajdonban nincs, hogy úgy vézéjeknek van, és úgy van az úgy vézéjeknek a közös képviselő meghívás küldön, úgyhogy ő mondta ezt, hogy szerintem megfelel tudja képviselni a saját álláspontjukat. Ezen a minden a költségvetésről szavazók esetesen a szavazók indítottan a szavazás minősített. Két kis lehet átmenni a túloldal.
Tehát igazából ez a kérdésem, hogy hogyan gondolják ezt, illetve hogy ehhez akkor újra megkérdezem, mert ez fővárosi tulajdon ez a díj, ehhez akkor a főváros hozzájárult-e, hogy ehhez a díjhoz akkor jelentőbb a szerkezetnek valamilyen módon hozzá kell mondani, illetve mit gondolnak, mit fognak csinálni a két darab lámposztok, ami ugye a híd két végén van, illetve a gyerekekkel, akik a körforgalomtól mondjuk gyalog közelítik az állakásúit. Igazából nem költözködni szeretnék, de tényleg szeretném érteni, hogy ezt hogy sikerült így összehozni. Illetve egy kiegészítő kérdés, a főváros azt mondja, hogy botanikai okokból nem járult hozzá. Én láttam egy papírt azon az egyik telekre, azt írják, hogy botanikai okokból nem járultak hozzá, hogy mégis hozzájárultak. A tulajdonosit nem láttam, aki a tulajdonosit, gondolom az akkor rendben van. Azt mondja, hogy megkérdezem, hogy akkor miért gondolta meg magát a főváros, hogy egy másik osztály gondolta meg magát, ez a környezet, vagy nem, ez a környezeti osztályok, egy másik osztály, hogy miért gondolta meg magát. Köszönöm. Köszönöm, Szabó Balázs képviselőt. Ezzel a káposztás megyeri futókörvel kapcsolatban merült föl bennem az az ötlet, hogy van, kaptam egy levelet Gerber Florinc Gábortól a fővárosból, hogy idén is lesz budapesti közösségi költségvetés. És hogy én képviselő ezt a projektet, vagy ezt a nagy történetet ajánljam a választók figyelmében, meg az újpesti nyilvánosság figyelmében, és vegyenek részt a szavazáson, és lehet szavazni. És akkor megnéztem, hogy újpesten milyen ötletek merültek föl, a civil polgárok milyen ötleteket nyújtottak be ebben az évben Újpestről, amit Újpesten kell megvalósítani. És igazából kettő darab volt mindössze, tehát láthatóan Újpestről nem nagyon érdeklődtek, ezután a közösségi költségvetés járt, szerintem ez egy rendkívül jó ötlet. Igaz, a kivitelezéssel nagyon sok probléma van szerintem, de az egyik történetesen kettő beküldött ötlet közül az a futókör és fitnesspark káposztásnál ilyen címet viselő ötlet volt, amit a bírálati zsűri érdemesnek talált arra, hogy fölvegyen a szavazólapra. Tehát ebben a közösségi költségvetésre szóló szavazáson jelenleg is tart és fut, és lehet rá szavazni. Eddig 267 ember tette ezt meg. Egyébként a újpesti Facebook csoportokban is van időről időre kezd belinkelni, és akkor ilyen fogodott 10-20-szal emelkedik ez a szám. De erre a teljes mértékben egyébként kidolgozatlan ötletre, hiszen annyit tartalmaz az egész projekt, hogy viszonylag kevés a sportolási lehetőség. Káposztás megyen, ezért érdemes lenne a élők egészségének megőrzésére, érdekében ilyen fejlesztések után. Ennyit foglalkozott vele a ötlet legújtója, vagy kidolgozó. Hát nem nevezném kidolgozóra, mert dolgozta ki az ötletet. A zsűri ezt a három sornyi leírást érdemesnek találta arra, hogy fölrakja a szavazólapra. Tehát most lehet egyébként rá szavazni. És egyébként, hogyha ezt megnyerni ezt a szavazást, akkor elvileg 120 millió forintos támogatásba részesülni ez a projekt. Tehát az én ötletem a következő, ezt a 120 millió forint, valahogy népszerűsítsük ezt a szavazást, nyerjen meg, és 120 millió forinttal beljebb van ez a projekt, és fillérjében nem kerül majd senkinek ez a pálya. A fővárosi kormányzatnak meg fogja tudni akkor finanszírozni ebből a történetből, tehát igazából semmi másra nincs szükség, mint pár ezer újpesti szavazatra, hogy ezt a projektet győzelemre vigyük, és 120 millió forintos sportot ezzel az ötlettel az újpesti kormányzatnak. Mit gondolnak róla erről az ötletről? Tekintetbe véve, hogy értelmes ötlet mondom, Újpestről nem érkezett a közösségi költségvetésben, tehát józan és kidolgozott ötletekkel idén sem találkozhattak az újpestiek. Én egyébként rengeteg munkahórát fektettem abban, hogy ilyen ötleteket benyújtsak, mindegyiket egyébként visszautasították, nem volt egy zöld, fenntartható, környezetbarát, ilyen gondba csinált indokokkal sem, nem tartották érdemesnek még szavazásra föltenni sem az én ötleteimet. Viszont ezt a teljes mértékben kidolgozott az ötletet meg, igen. De ha már így alakult, akkor viszont, hogyha ezt Újpest polgárai több ezeren, több tízezeren támogatnák, akkor 120 millió forintot spórolnák ezen a futókörön, amivel egyébként most beszélgetünk a napi rendünk szerint. Tehát én azt gondolom, hogy lehet, hogy érdemes lenne előállni ennek az ötletnek, egy óriási nagy kampányt indítani ennek érdekében, akkor még esküszöm, hogy én is te fogok szavazni erre a projektre, pedig hát jó szívvel nem tudok rá, hiszen amúgy egy alapvetően hamis feltevésen alapszik ez a
ötlet, azt mondja, viszonylag kevés a sportolási lehetőség káposztás, ez nem igaz, tényszerűen nem igaz. Viszonylag sok a sportolási lehetőség káposztás, csak az nem sportol káposztás, aki nem akar. És azt gondolom, hogy 120 millió forintért talán még ennek az Újpesti önkormányzatnak is érdemes lenne lehajolnia, és látom, Cinkes Ábel is fog hozzászólni, sporttanácsonként nagyon kérem Cinkes Ábel támogassa ezt az ötletet. Csináljuk egy óriási nagy mozgósítást erre a szabadásra, ez egy online szabadást, itt nem kell sehova menni, nem kell sátrat építeni, meg előválasztást tartani, klikkelni kell az interneten, és több ezer szavazatot összegyűjteni, hogy győzelmeznék ezt az ügyet. És már egyébként ott van a tervek, ott vannak a mindenféle elképzelés, kész van, engedélyek vannak rá, tehát rekordgyorsaságban tudna ez a civil ötlet megvalósulni. Mit gondolnak róla az érintettek? Kérdezem leginkább a Esprova polgáros körülön. Köszönöm szépen! Zárójára jelentem meg, hogy ugye a levelében azt is leírja, hogy ebben az évben egyetlen ötletet sem nyújtok be. Tehát amiről ön beszélt, az hogy a két évvel ezelőtti történet. Tehát idén egyetlen ötletet sem nyújtok be. Tehát azt azért nézzék meg, hogy ezt nem kell másra tisztelni. Cinkes Ábel képviselő azt kérdezi. Köszönöm szépen, csak mint volt tájfutó és hosszú tájfutó, szeretném jelezni képviselőnek, hogy ez a pályázat arról szól, hogy körbefutnak káposztás megyelet betonon. A önkormányzat által építendő pálya pedig egy rekordtán bevonatú pálya, tehát ami sokkal könnyebbé teszi a futást, kiméri a bokát. Ezt saját magam tapasztalatából tudom, hogy az én bokámat kinyírta az akkori betonon való futás és a tájfutás is. Tehát ez sokkal egyszerűbb, mondjuk a Margit-szigeti futókört tudnám ugye hozzá hasonlítani, hogy én azt azért szeretik az emberek, mert nem teszik önök az üzeneteket. Tehát én nem biztítanék egy olyan futókörnek a támogatására, ami utána majd rengeteg egészségügyi problémát okozhat. És egyébként nagyon jól érzem, a közös sport egyesületben van a futóverseny is, tehát a hivatalos közlekedés, illetve a futás egyetem megoldható. Az autótípon magát, a polgármester úr is van az, hogy... Igen, tisztelt képviselőtestület, először is köszönöm a képviselő kérdeződését, hozzászólásait, amik igazán megtisztelőek, mert az azt jelenti, hogy fontos kérdésnek tartják azt, hogy reportán futópályáról beszéljünk. Azzal szeretném kezdeni, hogy az Aktív Magyarország program keretében egy minisztériumi pályázat volt kiírva. Ezen a pályázaton a képviselőtestület korábbi döntésének megfelelően indult önkormányzatunk, és az általunk akkor, illetve a kollégáink akkor ideálisnak gondolt futópálya nyomvonalával pályáztak. Azonban az a futópálya nyomvonal, amit azt mondjuk is tudják, az Izó lakótelep, az Ugrodula sor, illetve a Szilas-patak közötti szögében fővárosi tulajdonú területen húzódott. Ezért fogalmilag és értelmeszerűen tulajdonosi hozzájárulás nélkül azt nem lehet megépíteni. Tulajdonosi hozzájárulás birtokában viszont esélyre pályázhatunk volna az a nyomvonalra. Nagyon bizakodóak voltunk, tekintettel olyan jó tapasztalatokra, hiszen a Sporttelep utca másik oldalán lévő igen népszerű Leventon Park és fővárosi területen van, és fővároskor tulajdonosi hozzájárulást kaptunk annak a létesítésére. Ugyanakkor sajnálatos módon erre a területre nem kaptunk tulajdonosi hozzájárulást a fővárostól. A terület egyes részein védett törvényi, azt elmondom, hogy minden jelen a főváros részéről, Erő Zoltán várostervezet és főosztervezető főépítész. A területen talált védett növényfajokra, az ingatlant személyek formálási helyszínnek tekintik. Tudják, ez az, ahol nyáron nem nyílták a füvet, és itt a lassságunk ezzel kapcsolatban komoly kritikái voltak, hogy ez egy fővárosi tulajdonú terület. A terület északnyugati része a Virágos Budapest program helyszíne, erre céloztam most a főváros részéről. Nem támogatja ennek a területen a mesterséges burkolatot, és álláspontjuk szerint a környéken több futásra alkalmas útvonal is van. Ez utóbbi állítást is erősen vitatnánk, tekintettel azon körülbelül reportált futópálya környéken nincsen. Tehát magyarán a korábbi pályázati dokumentációban foglalt nyomvonal a főváros tulajdonosi hozzájárulás hiányában nem lehetett megvalósítani.
Ezért felvettük a kapcsolatot a minisztériummal, aki egyébként 35 millió forint támogatásban részesített a kormányzatunkat, és amennyiben ez a program megvalósul és a támogatást megkapjuk, akkor előzetesen is nagyon köszönjük. A minisztérium felé jeleztük a tulajdonosi hozzájárulás hiányát, és ezért a kollégák egy másik nyomvonal kijelölése mellett döntöttek. Ez az a másik nyomvonal, aminek jelenleg a megvalósítása fog megtörténni, és amire Rádi képviselő is célzott. Ez a nyomvonal megfelel annak a pályázati kiírásnak, amely szerint ebben az esetben 800 métert meg kell haladnia a rekordtán futó pálya hosszának. Meg is haladja. Ennek azért is jelentősége van, mert jelenleg Újpesten egy olyan rekordtán futó pálya áll, a futótársadalom, az újpesti futótársadalom rendelkezésére, a Sebsei Parkban van, és lényegesen rövidebb futópálya. Ugye ez itt van Újpest központjában, az pedig gyakorlatilag az Iszó lakótelep és Kárhozás, ugye szomszédságában jól érősíteni. Ilyen értelemben nyugodtan mondhatjuk, hogy Újpest leghosszabb rekordtán futópályája készülhet el. És való igaz az a felvetés, hogy ezt a nyomvonalat másodban nem lehet megvalósítani, nincsen, hogy a futók átfutnak két hídon, részben a sportelektrikai hídon, amely csak oldalázási művekhez tartozik, illetőlegesen az úgynevezett sípály és emellett elégű fogadóépület melletti hídon. Következésképpen a legjobb tudásom szerint a minisztérium nyitott arra egyébként, hogy a hídaknak ez a néhány méter, ahol át sétálnak vagy átfutnak, az érdemi műszaki beavatkozás nélkül megszakítsa a rekordtán futófelületet. Szeretném jelezni, hogy az új helyszín tekintetében elmondható, hogy tulajdonképpen jelenleg is ilyen funkció zajlik ott, tehát a futók, a gyalogosok, a biciklisek, a kismamák, a rolleresek ugyanúgy használják most is mind a két hidat. Ez az útvonal ugyanis jelenleg is egy népszerű futó útvonal, polgármester úr célzott is rá, hogy az úgynevezett szilas kártya is ezen a nyomvonalon szokott megvalósulni. Ezért azt gondolom és abban bízom, hogy ezzel nem lesz probléma, és ha már különböző hozzájárulást a másikhoz nem kaptunk, említjeim szerint itt is, hogy kisebb főváros is csücsök, de egyébként ezt a nyomvonalat minden további nélkül meg tudjuk valósítani. Arról is szeretném tájékoztatni az ilyen tisztelt képviselőtestületet, hogy nyílt közbeszerzési eljárás keretében kiválasztásra került a kivitelező, és hála jó Istennek lényegesen olcsóban meg tudjuk vállalkozásainak megfelelően valósítani a futópályát, mint az az eredeti költségvetésben számoltuk, és szerintem ez mindenféleképpen jó hír. Azt is szeretném elmondani, hogy ez a program ez nem most kezdődött, nem internetes szavazás keretében kezdődött, hanem ez a program jóval korábban kezdődött, sőt már a pályázat benyújtását megelőzően hónapokkal ezelőtt elkezdődött, hiszen mi valódi közösségi költségvetés keretében, valódi napi kapcsolatban járunk az újpesti lakossággal, meghallgatjuk a véleményeket, az észrevételeket, a javaslatokat, és azt kell, hogy mondjam, hogy az újpesti futótársadalom és az a több ezer újpesti polgár, aki akár alkalmanként, akár rendszeresen fut, azt gondolom, hogy aki korra reggel körülbelül nézve, délután körülbelül néz Újpesten vagy este fele, pontosan látja, milyen sokan futnak. Számos alkalommal jelezték azt, hogy egy hosszabb rekordtán futópálya létesítése szükséges lenne. Több újpesti futók szervezettel is személyesen volt szerencsém, és abban a megtiszteltetésben részesültem, hogy beszélhettem, és beszélgethettünk velük erről, tehát valódi közösségi költségvetés keretében valódi társadalmi igény és valódi személyes találkozások keretében is azt kell mondjam, hogy valódi igény mutatkozott el a rekordtán futópályára, és reményem szerint ez hamarosan az idén meg tud, még az idén össze meg tud valósulni. Maguk között szólva, ha már pályáztunk a minisztériumnál, ha már a minisztérium támogatásáról biztosította az önkormányzatot, ha már a kollégák ezzel dolgoztak, kijelölték a nyomvonalat, műszaki tartalmat, ha már közbeszerzést lefolytattuk, ha már a költségvetést biztosítottuk. Én megmondom őszintén, hogy Újpest legújabb és leghosszabb rekordtán futópályáját nem bíznám egy internetes szavazással. Semmilyen körülmények között. Szerintem az a biztos, ami elkészül, az internetes szavazásra valamitól, hogy a vacsorája. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, és hogy most megkerestem a kötetet, ahol lehet szavazni, és ugye a leírás alapján futópálya és fitness park létesítése a Kárhozás megyei lakótelepen, és azért Kárhozás megye elég nagy,
vagy ha esetleg most a 267-ben a szavazatnál járó ötlet esetleg elnyeli a kutatásokért, illetve a működési szavazóknak a támogatását, akkor szerintem a fővárosra közösen tudunk olyan területet javasolni számukra, ahol meg tudják valósítani ezt, akár Káposztás megyen 2, és szintén Káposztás megyen ezt tartozik. Szabó Balázs képviselőről akarom megszólni. Közben szavaztam én is, hogy már 268-an támogatják ezt az ötletet. Erre búzítanám a képviselőtestület többi tagját is, és szerintem 120 millió forinttal érdemes elmenni. Én azt gondolom, hogy valóban egy internetes szavazásról van szó, de azért egy ilyen komolyabb, mint a internetes internetes szavazás. Azt nem mondom, hogy komolyabb egy előválasztásnál, de azért is csak 1 milliárd forintot osztanak ki a fővárosi önkormányzatnál erre a szavazásra győztes projektekre. Abban a tekintetben, hogy ez a projekt hol valósulhat meg, semmiféle előírás nem tartalmaz. Ez még láttam, hogy az előbb, hogy semmiféle kidolgozás nincsen, de hát minden belefér. Én ezt így értelmezem. Tehát az, hogy belül káposztás legyen, akkor megvalósul szerintem a projekt. Én szerintem. Tehát innentől kezdve 120 millió forintot az én elképzelésem szerint lehet szólni. Hát nagyságrendileg én itt tenne bele Újpest önkormányzata és ebben a projektben. Hát szerintem érdemes azért az összegért behajolni, és semmi más dolgunk nincsen, mint egy internetes kampányt indítani, és megnyerni ezt a szavazást. Százezres kerületben élünk, nehogy már ne tudja ezt több ezer ember támogatni. Hát emlékezzünk vissza az előválasztáson, mennyire vettek részt a kárcsak mondjuk a újpesti polgárok között, több mint 10 000. Azért ez meg mégiscsak egy látható felülálló történet lehet, tehát ezt még azt gondolom, hogy más is tudnál támogatni. 120 millió forint szerintem az a támogató, hogy annyira rengeteg pénz, azért nem is kérdés. Szerintem ezt érdemes lenne, ha már ez így alakult. Én nem így alakítottam volna, de ha már egyszer így valósult meg, akkor azt gondolom, hogy ennyi pénzt spórolhatnánk. És a fővárosi önkormányzat, ha már ennyit kegyeckedett egyébként ennek a projektnek a kapcsán Újpesten, akkor most legalább a cekkert meg a számát ugrálhatnánk. Én azt gondolom, hogy ezt érdemes lenne megcsinálni. Az 1 milliárdból 120 millió forint nagyságrend összeget lehetne hozni erre az ügyet. Nehogy már ez mindegy. Én azt gondolom, hogy érdemes lenne egy kampányt folytatni az ügyben. De ennyire rossz volt az ötlet? Nem tudom, hogy miért talált ezt táptalajra. Én ezt egyébként levelezésben is említettem már korábban, amikor polgármester urat is becsatoltam ebbe a levelezésben, amit válaszoltam főpolgármester helyettesünknek. Úgyhogy én szerintem ez nem tudom, hogy hibázik ez az ötlet. Tehát meg kell nyerni ezt a szavazást, és van 120 millió forint. Mi a probléma? Nem értem. Mindenkinek megvan a lehetőség arra, hogy szavazzon. Ott van a Facebook oldalon, hogy gyakorlatilag fizetett felnál hirdetésként kellünk meg gyakorlatilag minden egyes alkalommal, amikor felcsapja az ember a telefonját. Úgy gondolom, hogy a Újpest Média is úgy tudom, hogy megosztotta a múltkor ezt a dolgot, úgyhogy ha akar az ember szavazni, szavaz. Az előtt először meg a mai végszónak, és lezárt a hajtát. Igen, tiszteltek el a képviselőtestület, természetesen rámihatatlanul nem az még időzőben. Mondjuk a lehetőség. Ennyi, köszönöm a polgársadat a választ. Kicsit meglepett. Akkor mégiscsak jó volt a rajz. Azt gondoltam, hogy rossz a rajz, hogy zöldben is volt a megnyitott a rekordtán. És mettől nem lesz ilyen felület a futópályán. Akkor viszont megérjük egy kritikát, és tényleg nem azt emlékben mondom, de azt gondolom, hogy ez a pályázat 2022. novemberében íródott ki. A testület 2023. február 15-én döntött, és 17-én volt a beadás. És az, hogy ennyi akadályon megy keresztül ezt az egész, én azt gondolom, hogy ez nem volt jól előkészítve. Nem kell, hogy elismerjünk, ez az én véleményem, nem kell, hogy egyetértsünk benne. Szerintem itt nagyon későn eszméltek, hogy pályázni szeretnének. Ennél szerintem jobban elő lehetett volna ezt készíteni. Akár lehetett volna más helyszínt is megvizsgálni, lehet, hogy nem vizsgáltak más helyszínt, nem tudom, de nagyon úgy tűnik, hogy most be vagyunk szorulva ebbe a helyzetbe. És
keletkezik egy futópálya, mert én azt mondtam annól, hogy egy viszontesen elműködött futósbotnak kell elképzelni a pályanyomodalát, hát ez nem valósult meg, mert most Kolozsvári Szalonna lett a pálya. Ami önmagában nem lenne probléma, csak én úgy látom, hogy a folyamat, ahogy ez így végig ment, a hiatalon belül és az előkészítés során az a nyom, ami az volt, hogy ez egy hirtelen ötlettől vezérelve indultak el a pályázatok, az lehet, hogy előtte már mindenki sokat gondolkoztak ezen is, hogy legyen a futópálya Újpesten. Ugye a Semsérkapos futópálya az volt némi közön, ugye ott akkora eszünk és lehetőségünk volt, hogy a Fák Árnyékában egy futópályát a város közepén meg tudjuk valósítani. Az sem volt könnyű, ez sem volt könnyű, ezt nem tagadom, tehát nem egyszerű dolgok. De én azt szeretném kérni, hogy a kollégái jobban készítsék el ezeket a feladatokat, mert én szerintem én úgy érzem, hogy most beszorultunk, és a minisztérium kegyére vagyunk bízva, és ne találtál még a főváros, ezek szerint még, bár ezt nem teljesen értettem, hogy akkor most megvan az összes tulajdonos hozzájárulás, akkor jó, akkor ebben elvileg már nincsen bajunk, de még elképzelhető, hogy a közművet még érjük meglepetések, ha nem akarom, hogy érjen, tehát építsék meg, mert legyen futópálya, de én szerintem ezt a jobban előkészítünk, lehet, hogy másik helyszínen nem túl messze ettől helyszínen, hogy mondjam, egy impozánsabb pályát meg lehet tudom valósítani. Szerintem ez kicsit a bizottság szerintem sikeredett.
fontos számunkra, hogy a pontunk következik, két okonában maximális csapatmércem kérdésekkel, egy érzésére kapcsolatban nem látok egy és visszavében közben mondták, hogy mit használják. Polgármester úr, aki konkrétan,
de szégyére megtett ezt a dolgot, és mondták, hogy hát ez a 30 ezer csak egy szám, ami oda van írva, olyan nyira, hogy nem csak a prezentációban, hanem később, két napban később a megérkezett dokumentumban is ugyanez a szám szerepel, és látszik azóta is komolyan gondolják. Ezen a bizonyos tájékoztatón hangzott el, hogy 10 évvel ezelőtt a védőnök kérték volna az ő maguk államosítását, erről nem hallottam, ugye, és hogy volt ott ugye egy jogász, aki azt mondta, hogy már annyira sokat egyeztetett az elmúlt időben, hogy tiszteletbeli védőműnek tekinti magát, ez nagy kacagást váltott ki, mert hogy gyakorlatilag senki nem találkozott vele az érintettek közül. A Honvéd Kórház ugye 76 önkormányzattal kellene, hogy megvisse ezt a szerződést. Tehát azt gondolom, hogy ez egy ilyen szép hosszú folyamat, akkor egy megstrandolást is azért szemben ki kéne tudni vitelezni. De ha azt mondjuk, hogy januárban lépett életbe a törvény, akkor is fél év lett volna arra, hogy ezt kitalálják. Egy picit meg kell védenem a Covid kórházat is, olyan értem, hogy nem volt végrehajtási utasítás, teljesen fogrepülésben kellett volna az önkormányzatokkal egészteniük. Tehát nem csoda, hogy most októbertől, tehát 15. éve a belügyminisztérium államtitkársága átveszi a védőnök államosításának ügyét, így minden sátor oktatási egészségügyi szociális védőléti rendészeti és belügyminisztérium hatókörébe fognak kerülni majd a védőnök, egy funkcionális óriás minisztérium majd talán elboldogulnak. Szeretném hangsúlyozni azt, hogy a kollégái egész nyáron gyakorlatilag voltak szabadságon, mert minden héten volt valami védőnős kezdeményezés, sajnos ez a Honvéd Kórházban éppen aktuális partnereiről nem mondható el, mert hol szabadságon voltak, hol leváltották őket, hol elküldték, nem nagyon volt állandó tárgyaló fél. Ezt egyébként egy levélben még Vikonkás főigazgató úrnak és a rendőr államtitkárságnak is azért összefoglaltuk, hogy azért elég megtartott volt az a idézőjelben mondott egyeztetési folyamat, ami a védőnök kapcsán lezajlott. A lényeg az, hogy ha bármi felkészültünk határidőre, és ugye a kórház nem volt abban teljesen tisztán, hogy a jogkormányzatnál volt egy a szabályos döntéshozatal, bizottságból megvizsgáljuk felhatalmazás kártérőt, és ugye rendkívüli képviselőtestület kapcsán mi felkészültünk az átadás átvételre. Most is végig komolyan végig számoltuk, hogy mekkora azok a költségek, nagyjából 4 millió forint, 14 millió forintos költség az, ami havonta az 5-5-ben eljárt vonatkozásában kimutatható, ehhez képest áll a 30 ezer forintos ajánlat. De hát nem tűnik úgy, hogy ebben mi partnerekre találtunk, ezért kérem arra a felhatalmazást, majd illetve az adat az elfogadását, hogy a nyáron meghozott döntést helyezzük hatályon kívül, nem fogadjuk el a Honvéd-kórház által az eredeti dokumentumok alapján megmásíthatatlanul benyújtott két szerződéstervezetet, ellenben a mi szerződéseink aláírására hatalmazzuk fel a polgármesteret, tehát amelyben a Honvéd-kórház azt úgy elfogadja, pont azzal az összeggel fogják többen, és akkor természetesen legyen aláírható, mert kevesebb összegről van szó, vagy más kondícióról, akkor majd ezzel folytatik el a immár az államtitkárságban a tárgyalásokat. Még egy nagyon fontos dolgot szeretnék hozzátenni, mert másképpen itt a bizottsági ülésen felmerült az, hogy hát akkor most nekünk miért nem vagyunk fogalmasabbak, mert kigondoskodik itt most a gyermekekről. Mint az iskolák vagy bármi más ilyen államosítási akció esetében a védőnök a helyükön vannak, hivatástudatból vannak ellenére, hogy mondjam, az ő szerződéseik, a szabadságolásai legalábbis technikusan sikerült, meg a javadalmazásuk is, annak több részletben érkeznek meg például a díjazásai, tehát a helyükön vannak. A babaköszöntő, az ügyösti babaköszöntő programot azt átvette a szociális osztály, és jelen pillanatban ezeket a költségeket Újpest állandóan ilyen egzax állapotban megállapodás fedezel minden nélkül, de nyilván nem bakatoljuk le a védőnőknek a helyiségeit, nem dobjuk ki az ő szervünkre, kirányjuk vissza az általuk használt eszközöket, hiszen az az érdekünk, hogy a gyermekekről és a családokról, akik a kismamákról folyamatosan gondoskodjanak. Hogyha valakiben felmerül az a kérdés, hogy ezt a hivatásutatot meddig lehet fedezni, hogy feszíteni, vagy hogy mikor lesz megállapodás, azt tudom mondani, hogy hát
vigyázó tekintetőket akar majd itt a irányában vessék, és hát, hogy mondjam, forduljanak fel, felfelé a tekintetőket, már nincs vagy. Úgyhogy a védőrök helyben vannak, és azt gondolom, hogy őket minden köszönet megilleti azért, hogy ebben a hányatartott sorsban is helytárnak és gondoskodnak a gyermekeinkről. Nem tudom, hogy mikor lesz megállapodás, arra kérek mindenki, hogyha bármi módon oda tudhatni, hogy ez az áldatlan helyzet, ne csak Újpest, amelyről úgy fogalmazott a Honvéd Kórház illetékes emlékkönyvének, ez egy mélyebb összetettebb probléma, egyik előnk a 76 kórházak, akik ennek tárgyalnak, mint Súlyponti Kórház, tehát az államtitkárságnál, hogy összes kórházat be fog kerülni. Tehát, hogyha valóban tudhatni, hogy a védőről sorsan valami értelmes módon rendeződjön, akkor tegye meg, mert ez így. Ez a rekreáció, ez az testadulás, ez nagyon rossz, és nagyon szörösen megy így. Ezzel együtt is ennél jövőtetet nem tudunk. Tehát arra kérem, hogy akkor a határozati javaslati rendben ismerti meg támogasságot. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, egy 20 perc, 5 perc megnyitott.
kiosztással kapcsolatban. Mivel most kerül kiosztásra az anya, ezért javaslom, hogy a perc olvasási szünetet tartsuk. Úgyhogy 16-ra 21 perckor folytatjuk a közösséget.
hölgyeim is olyan, hogy folytatnánk a munkákat, teszem ezt módosítással kapcsolatban, nem látok kérdés készüléket, lezárom a munkába a szavazást. Teszem ezt módosítást, amikor a szóval rendben van. Van hozzá szó, mert nem lesz a képviselő. Nem lesz a képviselő. Mert lezárt, mert megkérdeztem, az SMS módosítással kapcsolatban. A másik az egyemek papírt. Az egyemek papírt. Az SMS módosítással kapcsolatban. Tiszteletnek köszönöm a kutyapártnak a nézőit az interneten. De azt a mai cikkot megkérem, hogy figyeljen most már rócsizmus szó. Ugye a kutyapárt már régóta szorgalmazza, hogy a nagyon nyilatkozatot és összeférhetetlenséget vizsgáló bizottság létszáma az túl sok, szerintem is túl sok volt, ugye 15 fős volt. És ugye az elmúlt hetekben ők kampányt indítottak aznak érdekében, hogy ennek a bizottságnak a létszámát csökkentsék. Hát ez most megvalósul képzeljük. Úgyhogy gondolom az önök kedve miatt úgy döntött az újpesti városvezetés, hogy ne csökkentik ennek a bizottságnak a részletet 7 főre, tehát kikerülnek a bizottságból azok a személyek, akik ugye, hát vagy be őszintén érdemes munkás nem fejtettek ki, ugye évente egyszer, talán legfeljebb 2-szer kellett nekik megjelenniük ennek a bizottságnak a 10-15-20 perces üléséből, és ezáltal kaptak egész évre juttatást. De hát ugye minden történetben van egy csavar, hát a csavar itt az, hogy más bizottságok létszámát pedig fölemelik. És ugye ezeket az embereket oda átültetik. Tehát pénzileg mindenki ugyanott lesz, csak technikailag el tudják meg mondani az újpesti városvezetők, hogy teljesítették a kutyapártnak a kérését, és megszüntették ezt az egyébként is valóban tényleg indokolatlan vagyonnyilatkozat tételi bizottságot. És leszállították annak tagjait 7 főre, és hogyha jól sejtem, ez a 7 fő mind képviselő tag lesz, úgyhogy ezért a bizottság most már külsős tag már nem fog kapni pénzt. Ellenben ugye a Városfejlesztési Bizottság 17 főre emelkedik, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság létszáma pedig 15 főre módosul, és akkor ehhez kapcsolódik ugye a következő előterjesztés, amikor a személyügyi, hogy ezek a személyeket átrakják ezekbe a megjelent létszámú bizottságokba, tehát minden számukra minden ugyanott van, csak talán egy kicsire többet kell majd ezek után dolgozniuk, de ez szerintem örvendetes fejlemény, hogy nem évente, hanem mondjuk havonta kell bejárkálni a városházában, és valamiféle munkát kell majd végezniük. Jó, úgyhogy azt gondolom, hogy például ebben a nagyon nyilatkozott tételi bizottságban nagyon kevés embert ismerek, de lassan Dávidot ismerek, hát miért adható volt ő előzve szerintem itt az elmúlt 4 évben, hogy csak ebben a bizottságban volt, pedig hát ő aztán doktori végzettségével igazán komolyabb feladatot is kaphatott volna, hát ez most megvalósul és átkerül a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottságba, úgyhogy neki külön gratulálok ehhez, és hát üdvözöljük szeretettel Trabant Fruzsiánt is a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság, nagyon örülök, hogy Fruzsi csatlakozik az önkormányzatnak ilyen formában. Csak arra kérem, hogy betűcsom már a Facebookon, ezt valahogy, ha meg lehetne oldani, akkor ez nagyon jó lenne. Nagyon sokra tartom az ő munkásságát. Úgyhogy, hát a kutyapárt meg most így nem tudom, hogy örül-e vagy nem örül, de végül is a javaslata megvalósul, ha ilyen fél oldalas módon is, de hát végül is a nap végén minden jó van végén. Köszönjük szépen, nem látom a kérdést, és szerintem ez nem volt a kultúr a szavazás. Igen.
méghozzá javaslat állatok világnapja rendezvény támogatására. Dr. Trippon Norbert Atogásnak az előterjesztő, aki kiegészíteni kívánja. Ilyen tisztelt képviselőtestvérek, mint azt is tudják, a megszállatot a Litván és kiváltó, aki vezető megállapodó volt, valóságos forgalom Budapestre. És nem csak Budapestre, hiszen az ország minden tájáról járnak a megszállapítványhoz, fantasztikus programokat, rendezvényeket tartanak, és nagyon fontos közfeladatokat látnak el. De mi Budapestiek is gyakran a tiszteletünket tesszük ott. Nagyon fontos, hogy magaskodnak az állatokról, a fogott állatokról, lehet örömbefogadni, gyökiképzés van, és számtalan a lehetőség, birkaetetés, kecskeetetés, háztáj, felépítés, ami a gyermekek számára is azt gondolom, hogy igazi felépítés új. Sőt, egyébként a rendezvény központjuk, mert szerintem aztán egy központnak is lehet nevezni, konkrét csoportokat fogad. Én azt gondolom, hogy ez az alapítvány egyértelműen történelmet írt Budapest, és abban bízunk, hogy ennek a történelmi írása a jövőben is folytatódik. A legutóbbi fejlesztésük, amiben belefogtak, a Rex állatotthon, a felelős állattartásra, ami szintén egy egészen említő és innovatív elképzelés, egy interaktív forgalom épületet elkezdtek megvalósítani, aki egyébként arra meg lehet ezt látni. És igazán szomorúság töltött el a szívünket, amikor meghallottuk azt, hogy ezek mellett az elszabadult építőkben járak miatt milyen súlyos problémában és akadályba ütközik az, hogy a felelős állattartás házát megvalósítassák. Ezért azt gondolom, hogy mindannyiunk számára örömteli esemény volt, amikor a képviselőtestület ülésen korábbiakban közösen jöthetünk arról, hogy 60 millió forinttal támogatjuk ezt a projektet, és remélem szerint a projektben fog valósulni és el fog készülni. Ez egy igazán nagy és fantasztikus dolog. És a számtalan nyílna a rendezvény és egyéb program mellett, én külön felhívnám a képviselőtestület tagjainak, és művesti figyelmét az állatok világnapjára, az állatok világnapján tartandó eseményről, egészen talán október 7-én van ez az esemény, ami igazán népszerű szokott lenni minden esztendőben, és abban bízunk, hogy ebben az esztendőben is az lesz. Már most az alapítvány megkereste a kormányzatunkat, hogy a rendezvény lebonyolításához nyújtsunk, amennyiben arra nyújtunk és lehetőségünk van, költségvetési támogatást és költségvetési forrást is. Kollégánkkal megvizsgáltuk a lehetőségeket, a költségvetés állapotát, és arra jutottunk, hogy természetesen ebben a nagyságrendben, mint az önkerült látható előterjesztésben olvasható, módunkban áll és megtiszteltetésnek vesszük, hogy amikor a képviselőtestület ezt támogatja, akkor mi is támogathatjuk az alapítványnál a nagyszerű tradíciónak a fenntartásában, megőrzésében és a fantasztikus eseménynek az újbóli megrendezésében. Ehhez előterjesztéshez kérem a képviselőtestületnek a támogatását, és ajánlom mindenki figyelmére, hogy aki el tud menni, mert jeles eseményre az legyen ott, aki tudja támogatni az alapítványt, akár tégajegyvásárlással, akár csak úgy, akár örökbefogadással, akár személyi jövedelemadójának az 1%-ának felajánlásával, én úgy gondolom, hogy jó tesz, nem csak az alapítványon, de azt gondolom, hogy Újpestnek is nagyon jó tesz vele, tehát ebben a tekintetben is csak pusztítani tudom a nagy értelmet. Igen, visszatérésre, köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen. Igen, az állatok világnapja október 4 és évvel, október 4-e hétköznapra esik, ezért a következő hétvégén szombaton fogják tartani. Az egyik világ ma már az öregészen 31 éves alapítvány, mert tavaly ünnepelték a 30. évfordulót. Akkor előterjesztéshez nem láthatok kérdés észrevételt, lezárom a szárcicsot. Indítottunk szavazás. Köszönöm, hogy eljárulod.
elfogadott tájékoztatom a tisztelt képviselő testületet, hogy a korábban megalkotott SMS módosítás kifüggesztésre és kihirdetésre került 16.30. 30 perckor. 35 perckor.
az első szövegét mondja elő. DK-sokkal, MSZP-sekkel, jobbikosokkal, mindannyian szerintem egyébként jogosan.
És onnan fakad bennem ez az ellenérzés, hogy az adataimat meg kell adni. Hát ugye az volt akkor az ellenzéknek a köz megegyezése, hogy ezek a diktátorok minket vizsgálni akarnak, tudni akarják, hogy kik járnak a testületgyűlésekre, kik állnak mondjuk a ellenzéki portálok mögött, hát Léri Tibor volt egyébként, ahogy szerkesztett az utolsó stílbe ott az időben. Tehát ennek a kilépét szerették volna megtudni, és szerintem ez nem volt elegáns a Fidesz részéről, és én is teljes jóval voltam felháborodva annak idején, de még annyira föl voltam háborodva, hogy fogtam is a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatósághoz fordultam akkor, 2019-ben akkor már, akik aztán később nekem adtak igazat. Történt már ilyen a világtörténet, hogy volt, hogy ügyünk megnyertem, hát ez azon kevesek közé tartozik, amit csomlékű nyertem meg. És emlékszem, hogy visszakerestem az akkori belső ilyen e-mailezéseket, az ellenzéki képviselők jelöltek között, és mindenki gratulálnak, és mondta, hogy szép volt Balázs, és igazad van, és ezek a, hadd ne mondjam még egyszer ezt a szót, ezek pedig elmennek a kutyuk, hogy hova, és minket ne akarjanak listázni, és mit képzelnek. Mindez az ombudsman, Détenfalvi Attila megállapította, hogy jogsértő volt az újpesti önkormányzatnak a gyakorlata, megsértette a GDPR-nak az 5. és a 6. cikkét is. Jogalap nélkül kezelte az akkori újpesti önkormányzat az érintettek, tehát a ülésekre érkezőknek a személyes adatait. Sérült mindenféle adatvédelmi irányelv, ami ugye Európai Uniós irányelv is, és elmarasztalta igen keményen az újpesti önkormányzatot, és az újpesti önkormányzat akkor, mint fideszes vezetésen, ezzel nem tiltakozott, azt tudomásul vette, megértette, szerintem be is látták, hogy itt egyfajta túlkapást követtek el, és törölték ezeket a rendelkezéseket a gyakorlatból is, meg egyébként a írott rendeletekből is, és többé nem is alkalmazták, tehát nyugodtan lehetett akkor még az akkori ciklus átmenő részében szabadon bejönni az ügyes terembe, és azt mondom, hogy így volt jól. Aztán jöttek a kultúraváltók, a demokraták, hát nem vagyok rá büszke, de én is a csapatnak a tagja voltam akkoriban, de hát az szó nem volt, hogy az első intézkedések egyik az az lesz, hogy majd beléphető rendszert épít az új demokrata városát. És ahhoz képest, hogy mennyi dolog lett volna egyébként a Fidesz 9 éves regnálása után, mint elintézni való ezen a városházán, a legfontosabbak egyike az az volt, hogy egyből legyen beléptető rendszer. Ez tényleg Újpest problémáinak a első, tényleg dobogós helyen lehetett akkoriban, hogyha szennyire hamar meg lehetett, meg kellett csinálni. De hát mivel Dalos Andrea volt a jegyző, nyilván ezt sok nélkül akkoriban ezt meg tudott valósulni. És hát kénytelen kellett lenni, én is tudomásul vettem, hogy nekem is adtak egy belépőkártyát, aztán azzal lehet jönni, az valamikor az se jó, az is le van tiltva, ugye volt ilyen is példa, de alapvetően mindez idáig az testületi ülések és a bizottsági ülések szabadon látogathatók voltak, nyitva volt, ilyenkor többnyire, általában többnyire nyitva volt a belépető rendszer, és senki nem szólt hozzá azokhoz, akik a testületi ülésekre érkeztek. Senki nem tettek el semmit a dokumentumot, és azt gondolom, hogy ez így volt jól. Na most ehhez képest a kultúraváltók most azt kitalálták, hogy akkor ez innentől kezdve nem így lesz ezen túl, és mindenkinek a személyigazolványát föl kell illantania. Magával is kell hoznia, be is kell mutatnia, és ezt beviszik egy rendszerbe, ott ki tudja, mi történik vele, tárolják, nézegetik, naplózzák, ez elhangzott. Ne rázza a fejét, jegyző azt, hogy mert elhangzott a levélre, hogy naplózni fogják, úgyhogy ne találja, mert itt ide van a levél, több küldött ki. Úgyhogy ne tagadja ezt lenne, ott van benne, ez a szó, hogy naplózás. Ott van benne a rendelkezésben. Nem tudom, meg kell kérdezni tőlem. Hogy ezt hogy gondoltak, honnan tudjuk? Meg kell kérdezni, magyarázza el, hogy ez mi akarja a testületülésekre érkezőket naplózni. Mindenfajta ilyesmi törekvés én alapból ösztönösen kénytelen vagyok visszautasítani, és ismételten bebizonyosodik, hogy a liberálisok, nagy globalisták mindig a szabadság ellenségei. És ez is ebbe a sorba tartozik, azt kell, hogy mondjam. Megint ezredjére bizonyosodik ez be. Úgyhogy nyilván a javaslatom miről szól, ezeknek a jogszabálysértő pontoknak a határidő helyezéséről, de egyébként még tovább is terjeszkedhetnék, mert nyugodtan azt is javasolhattam volna, hogy ez
hogy ezt az egész polgármesteri jegyzői közös utasítást szükségszerűen fel addig, amíg ezt meg nem vizsgálja valamiféle. Tehát akkor ezt még egyszer mondjuk az adatvédelmi hatóság, természetesen hozzájuk is fogok fordulni ez ügyben. Sajnálom, nem tettem, nem volt időm rá. De innentől kezdve most az a helyzet, és az a mai napon a gyakorlatban is kiderült, hogy most már csak személyi okmányra lehet belépni az épületbe, amit én elfogadhatatlanak tartok, még egyszer mondom. És hát nyilván jegyző azt mondja, hogy elindult az én reklamációm, és kaptam tőle választ is. A válaszában ön semmiféle egy fél mondattal nem tért ki az Ombudsman 2019-es állásfoglalására. El is kételtem a szabályzatot. Egyetlen egy mondattal nem tért ki arra, hogy az Ombudsman egyébként akkor tévedett, nem tévedett, jól mondta, nem jól mondta, vagy itt kell kezdeni azzal az állásfoglalással, ami feketén-fehéren a bíró. És nagyon sajnálom, jegyzőasszony, hogy ön ezzel kezdeni foglalkozni, egy hónapja van itt, és már korlátoztatni akarja itt a testületülésekre részelőre, és szerepévesztésben van én szerintem ön, mert önnek pont a rendezője lenne a feladata, nevezetesen, hogy biztosítja a képviselő testületüléseknek a közvetítését, amit egyébként ez a testület, ugye közösen elvállalt, és az önfelügye szégyenfejes módon kirúgozott, kihipózott, és soha nem valósult meg. Önnek azon kellene fáradozni, hogy most már minden reményen ezzel kapcsolatban elhűnt, elpárolgott, nem sok volt egyébként, de még az maradék is, az a kevés is elkállódott, és ilyenekre kezdte foglalkozni. Ahelyett, hogy biztosítanánk a testületüléseknek az online közvetítését. És tényleg az a szégyenjed minket, hogy egyedül a két falunk, ugye hát az, aki hajlandó néha napján közvetíteni ezeket a testületi üléseket. Úgyhogy borzasztó ez a teljesítmény öntől, én azt gondolom, erre biztosan nem lehet büszke a jövőben, és tényleg már csak tűzoltásként tudom ezt a javaslatot megfogalmazni, nem az én dolgom lenne természetesen, ezt meg se kellett volna születni ilyen szabályozásnak. Úgyhogy ezt a jogszabálysértő rendelkezést hatályon kívül kell helyezni, ennek nyilvánvalóan önmagát túlmutató jelentősége van, mert hogy ezt megcsinálja a jegyzőasszony, akkor mi lesz a következő lépés, amit megcsinál utána. Mit fog akkor még korlátozni ilyen fajta utasításokkal, meg rendelkezésekkel? Nem szabad hagyni ezt már akkoriban, ha nagy hibát követtem el én magam is ott hagytam, hogy ez a beléptető rendszer itt megépüljön. Nem szabadott volna hagyni, akkor kellett volna ezzel ellen tiltakozni, sajnos akkor erre nem gondoltam. Most viszont, hogy itt ebben szigorító és szűkítő rendelkezés jelent meg ebben a jogszabályban, ezért azt gondolom, hogy most eljött az ideje egyfajta tiltakozás kifejezésének, és hát elnézést kérek, de az a levél, ami küldött nekem, az hogy jogilag nem állja helyét, abban majd, hogy nem biztos vagyok, az pedig, hogy törvénysértő gyakorlatot tartom fönn itt ezzel az állapottal, akkor pedig már 100%-osan biztos vagyok. De győzőnek az ellenkezőjét, sok szerencsét. Pillanat, jegyző asszony megadom, jegyző asszony megadom meg először a szót. Bocsánat. Tisztelt képviselőtestület, tisztelt jelenlévők. Annyit szeretnék elmondani, hogy ez a 2020-as szabályzat, aminek a betartását szerettük volna, és meg is kezdtük betartani és betartani. Képviselő úrnak megválasztottam, és ezt az álláspontomat most is fenntartom. Azt szeretném önnek mondani, hogy a mai állásfoglalásra azért nem tértem ki, mert ebben a szabályzatban sem okmányok másolatáról, sem másolásáról, sem lakcímkártya másolásáról nem lehet szó. Ez nem történt meg, most sem, és a jövőben sem fog megtörténni. Tehát a mai állásfoglalásról ön most beszélt, ezt tartalmazza, a mi szabályzatunk pedig nem tartalmazza. De azért ez egy lényeges különbség, gondolom. A másik pedig az, hogy az, hogy a nyilvánosság nincs biztosítva, ez nem felelő a valóságnak, de bárki bármikor, testületülésre, bizottságülésre, ügyfél, bárki bejöhet, és egyedül, csak és kizárólag a neve kerül rögzítésre. Semmilyen más egyéb adata nem, és nem is fog. Ezt a szabályzatot mi leegyeztettük az adatvédelmi tisztviselőkkel, aki szintén azt mondta, hogy ez megfelelő
és változatlan az az én álláspontom, hogy ez megfelel a jogi szabályoknak. A harmadik, amit önnek szeretném mondani, képviselő úr, hogy ebben a szabályzatban a képviselőtestületnek nincs hatásköre, mert ez egy belső szabályozás, ami a hivatalra vonatkozik. Természetesen tehet ajánlás a képviselőtestület arra vonatkozóan, hogy a jegyző ezt nézze meg, vizsgálja felül, de ez egy olyan belső szabályzat, egy olyan belső rendszer kérünk, ami utasítás formájában, normatív utasítás formájában adunk ki. Tehát én kérem a képviselőtestületet, hogy pontosan ezek erről a határozati javaslatról megjöntsön, mert nincsen hatásköre. Természetesen bármilyen ajánlás megfogalmazhat a jegyző számára ezzel a szabályzattal kapcsolatban, azt meg fogjuk vizsgálni, meg fogjuk nézni, az adatvédelmi tisztviselő véleményét ki fogjuk kérni, és mindenkinek korrekt tájékoztatást tudunk adni. Amit még szeretnék elmondani, hogy mind a fővárosban, mind országosan, nem akarok felsorolást mondani, de azért egy-kettőt megemlíteni, 12. kerület, 17. kerület, Pápa, Gyöngyös, Heves-megyei kormányhivatal, Gyöngyösi járási hivatal, Szeged, fővárosi önkormányzat, és még több olyan közigazgatási szerv, vezetett a belépési rendszer, beléptető rendszer, nem 2023-ban, hanem már 2011-ben is. Ezt a szabályzatot az önkormányzat és az itt lévő tisztviselő 2020-ban döntöttek úgy, hogy ez meg lesz. És én mindenkit biztosítanak arról, hogy minden újvérési polgár és bárki, aki be szeretne jönni bármilyen ülésre, az be fog ide jönni ebbe a városházába, és tisztelt az ülésen. A portaszolgálattal együttműködve mindenkinek lehetősége lenne. Azt, hogy képviselő direkt nem teszi ezt meg, és nem veszi elő a kártyáját, és próbálja ezzel mások munkáját nehezíteni. Én nekem erről nyilván megvan a véleményem, de ezt nem szeretném most elmondani, mert önnek adtam egy korrekt tájékoztatást ebben az ügyben, megválaszoltam, megkértem, hogy az itteni köztisztviselőkkel és velem szemben is olyan magatartást tanúsítson, amit is köszönöm szépen. Egyetlen apró kiegészítés, hogy az információbiztonsági szabályzat írja elő az úgynevezett naplózás. A naplózás csupán arról szól, hogy önök hozzáteszi a mágneskártyát, és az a név megjelenik a naplózásban, bizonyos ideig, mert az egy bizonyos időben tarts, ez kapcsán törvésre kerül. Ami gyakorlatilag megvitálásra kerül. És ezt egyébként a 2013. évig 51. törvény írja elő az információbiztonsági szabályzat megalkotására vonatkozó részt. És még egy apró kiegészítés, és ez már csak tényleg személyes, és szerintem az elmúlt 3,5 évben sokat, és nagyon sokat tűnünk önnel szemben. De az a hangja, amit ön megengedett köztisztviselőkkel, jegyzőasszonyra, alpolgármesterekkel, az, hogy belemegy a neveteken lehet, az tartalatlan és minősítetetlen. Úgyhogy innentől kezdve, ha nem változtat a stílusom és a hangnemen, akkor bármikor meg fogom öntől vonni a szót. Ezután is meg fogom öntölni. Dr. Tripa Norbert, alpolgármester. Képviselőtestületben jó, hogy néhány kiegészítő mondatot. Egyéb iránt én azt mondom, hogy a Magyarország és világban minden hivatal vagy hatóságnak a hivatalos ügyletet elérhető rendszerre működik. Aki ezzel meglepődik, azt nem tudom, hogy hol élve vagy mit lát a világból, vagy hogy szemben nézi a viszont, vagy hátulra, de ez az ő dolga. De az egyetető rendszer az egy gyakorlat. Ez nem kell meglepődni. Kettő, ahogy jegyző azt, hogy elmondta, a képviselőtestületben is nyilvánosak, a bizottságban is nyilvánosak, innen magyar állampolgára kihez szeretne jönni, megteheti, szeretettel várjuk természetesen. Három. Én tudom, de jogászok, akik ezzel foglalkoznak biztos, hogy tudják, hogy egy állampolgári kötelesség magán tartani a személyigazolványunkat, már csak azért, hogy például
önkormányzatnak tudja, hogy hivatalnak az oltalmi, a dolgozói munkavállalók legyen, az a protaszolgálatot el lehet összeni, hogy bárki más provokálni, vagy olyan stílusban, olyan módon fölérni velük számára, ami sértő, az egyáltalán nem tartunk szerencsésnek, sőt visszautasítom, hiszen ezen kollégáim gyakorlatilag a munkájukat végzik napi nap, azért jönnek be, és nyilvánvalóan a munkáltatójuknak, vagy a munkaköri leírásoknak is a szabályban megfelelően végezik a munkáját, akkor is, hogyha nem kellünk hajlandó elővenni a kártyáját, akkor sem nem hajlandó elővenni a kártyáját. És erre a fontos dolog, hogy írnám fel a figyelmet egyébként, mert ez a beléthető rendszer két ügy, ez talán elvédi a fontosabb dolgokra a figyelmet. Hát azért lássuk be, vannak képviselők, akik bizottságokkal, beléthető rendszerekkel és hasonlókkal foglalkoznak. Ez így jól. Hát vannak olyanok, akik közöttünk sokan, akik a fontosabb dolgokkal foglalkozunk. Hát gondoljanak bele, hogy október 2-től, október 13-ig zajlik a megbecsülés program. Na most újpesti nyugdíjasok ebben a nagy károsságban, ami van az országban, 6000 forinti vásárlási utalványt vehetnek át 7 előszakú helyszínen, és ezért nyilvánvalóan a frakcióvezetők is hozzá fogják szólni. Pusztán csak azt szerettem volna mondani, hogy ezek közülük. Ezek le lehet mondani, hogy jó, nem jó, kinek mi a véleménye róla, de ezek valóban érintik az újpestieket egyébként. Egy újpesti piacfogásra adhatják, de mi van? Épül a főtér, épül a városkapukar, Széchi Péter képviselővel éppen tegnap jártam a Szent Féle utcában a második ütem épül, megkezdődött a Deák Ferenc utcában a cellában építése, most fejeződött a Népszerű Borfesztivál, péntekre a Magyar János Tiraszonyi szervezésében idősek napi rendezvény lesz, és sorolhatnám száz számmal azokat a közügyeket, hogy a rekordtán futópályával elérhető a képviselőknek egyébként, meglehetősen karakteres véleménye volt, amelyen én persze nem értek egyet, de egyébként ő egy valóban fontos, sok újpesti érintő közügyről beszél. És ehhez képest vannak, akik beléphető rendszerekről beszélnek, bizottságokról. Én azt gondolom, hogy helyesen beszélünk mi magunk, hogyha nem ülünk fel az ilyen típusú provokációnak, amit itt elhozanak, hanem valóban sok újpestit, több ezer újpestit érintő közügyekkel foglalkozunk, és azért dolgozunk egyébként, ki ellenszék neki kormánynak, hogy Újpestnek jó legyen, és hogy Újpestnek jó legyen. Ne pedig ilyen lehetőséges dolgokkal, mint amit kifesítünk. Ezt köszönöm szépen. Köszönöm a szemben, jó. Azért talán engem kevésbé lehet azzal vállalni, hogy csak magammal foglalkozok. Én mégis nem foglalkozok újpesti közügyekkel. Arról is beszélhetünk azokról a képviselőtársakról, viszont semmi nem foglalkozik. Itt ülnek még én, azt nem szóltam még hozzá. Se a maguk érdekében, se a közügy érdekében. Ezekről a képviselőkről is érdemes néha egy szót megejteni. Azt gondolom, hogy nagyon örvendetes, hogy a megbecsülés plusz épül a főtér, de ennek az örve alatt nem lehet ilyen rendelkezéseket hozni. És ez igenis újpesti emberek érdekében szólalok fel. Mondja a Sassi, mi a probléma? Ha megint öbölök szó, mint kedden. Hát te ugyanott ült, de azt ott öbölök. Kedves képviselő, legyen szíves a tárgyal. Jó. Jó. Igenis újpesti emberek érdekében szólalok fel akkor, amikor azt mondom, meg bírálom, hogy személyigazolvány kell a beléptetéshez. És nem én aludtam át az elmúlt évtizedet, nagyon jól tudom, hogy ebben az irányba mennek a világban a dolgok, de mi indokolta, nem ők rá, mi indokolta ennek az intézkedésnek a bevezetését és a mostani gyakorlati alkalmazását is. Én abban beletörődtem, hogy már is kell kell készülni 2020-ban, mert ha szerintem ez nem volt jó lépés, de most egy új helyzet állt elő azzal, hogy újpestiek most már csak hogy nem nézhetik otthon online az interneten keresztül ezeket a vitákat, mert van azért egy értelmes vita, van itt azért értelmes ütletben a házban, ami néha elhangzik, ha nem is túl gyakran. És ezeket igenis joguk lenne nézni, és hogyha egy edző azt, hogy nagyokat jogászkodjunk nekem, akkor jogászkodjunk már arról is, hogy miért nem tudják az újpesti emberek nézni ezeket a képviselőtestületi üléseket. Erről miért nem gondoskodik? Erre is tegyek ki, mert erre nem tért ki, mint a nagy kármás foglalásra az ön levelükbe, amire hivatkozik. Az ön levele nem minősíthetetlen színvonalú, azt kell, hogy mondjam. Csak ugyanazt a rendeletből idéz, amit egyébként én is ismerek. Köszönöm szépen, hogy elküldtem, nem lettem egy betűben sem okosabb tőle. Igenis van köze a navigálás foglaláshoz, igenis azért van köze, mert rögzítik ezeket az adatokat, olvassa el, és nézze meg, és hogy a GDPR-nak megfelel el, azt még egyszer ellenőriztesse le szakembereknek, akkor ezek szerint a városházán dolgozó adatvédelmi szakember, akkor nem jól tájékozott, meg kéne mutatni neki az Ombudsmannak,
az állásfoglalását, és akkor hát van egyéb megállapítással. Ugyanis pontosan tudom, hogy önök politikai megrendelés volt végre ilyenkor, csak ön nem vitetik el, hogy ön vitatkozzon délüti óráját, tehát tudom, hogy ez így működik. De rendben van, mert hogyha valaki elhezeti a nevét, akkor az vállalja ennek a következményeit is. Úgyhogy ha legközelebb hozzászól, arról beszéljenek, hogy menjek kérdés, hogy miért nincsen mint mindig ön új érzőkénél nem biztosítja a tudomány közvetítését ezeknek a testületi üléseknek. És nagyon jó egyébként, amit délőkor mondott, hogy elkezdett engem megint megjelzem én, hogy viselkedek, meg az én hozzászólásaim is túl mennek határokon, stb. Hát te, bocsánat, ezt a rendelkezést nem jó, én akarok előbeszélgetni. Ezt önök találták ki, ezt kitaláltátok ki, hogy ide, ezen túl nem engedtek be embereket személyi okmányok nélkül. Én erre nem akartam egy percet sem beszélni. Ilyen mostobaságot én kinek találtam be magamtól egyébként. De sajnos, mivel ez kinek találva, és gyakorlatilag is alkalmazták, zárójel be elmondanám Fukon Norbertnek, ezt már ő költötte hozzá, hogy én vitatkoztam a vitatkoztam itt a vagyonőre. Nem, igazából ezt kipróbáltam, ez a gyakorlatban valójában hogy működik. Ez sajnos elkeserítő módon úgy működik, ahogy ezt már korábban említettem. Nem vitatkoztam, természetesen tisztelet tudom volna, pontosan tudom, hogy nem ő a hibás. Nem az a vagyonőr, aki ilyenkor a munkáját végezve ott ül és elkéri sajnálatos módon a személyi okmányokat. Természetesen nem túl boldog ettől, azt azért elmondhatom. Nem csak azért, mert neki egy ilyen plusz munkát kell végeznie, hanem azért is, mert pontosan tudja elő is, hogy a törvényességet igencsak súroló rendelkezést kell neki végrehajtani, és csattan az osztó. Nem értem, hogy érti azt, hogy miért hozza ilyen helyzetre a kormányzatnak a munkavállalóit. Ez a módosítás semmi nem indokolta. Mi indok? Valaki mondja el, hogy mi hoz az indokot. Nem kell szavazni róla, ezt én azért adtam be, hogy bárcsáról beszélni. Nem kell róla szavazni, majd az ombudsman megvizsgálja még egyszer. Volt már ilyen, és egyébként már emlékezünk azokra a dolgokra, hogy pontosan tudta az önkormányzat, hogy törvénytelenséget csinál, akkor még ugye Talos Sándor volt a jegyzőasszony, pontosan tisztában volt vele, hogy csak azért is megcsinálta. Mert ez volt a politikai megrendelés, ő meg ostoba volt, hogy adta hozzá a nevét. Nem tudom, hogy ez a történet továbbra is fog folytatódni, de attól tartott, hogy igen, úgy látszik, hogy igen, minden politikai elvárás ezek szerint továbbra is teljesíteni fog. Egyetlen egy dologban tudok önnek igazat adni, és valóban az a e-mail, amit küldtem Berecné Tóth Veronikának, az lehet, hogy egy kicsit olyan hangvételű volt, ami ezt nem szabadott volna megengedni, mert amit tud a teremben nem ismerő, a neve is számomra ismeretlen volt, hogy itt kérek tőle a hangnem miatt elnézést. Nekem aztán végképp nem volt köze ehhez a történethez, de szégyenteljes volt akkor is a tartalmának a levélnek. Elnézést kérek, hogy neki volt, ő volt sajnálatos módon a bajzat, hogy neki válaszoltam. Tehát amit ezt megláttam, ezt a levelet, hát ilyen indulatok kezdtek el bennem formálni, most is tudom, hogy látszik, hogy látszódik. Úgyhogy valaki magyarázza el, akkor ne jegyzi azt, mert ő csak végrehajtja szerintem, de polgármester úr mi indokolta ezt. És hogyha ezt bevezette, akkor miért tüntetett ellene 2019-ben? Előkerestem az akkori e-maileket, és kérjük Tibor is gratulált, hogy meg ő is föl volt háborodva, hogy a Fidesz, hogy megészeli ezt az intézkedést bevezetni, hogy egyáltalán ne elég kérte személyigazolványt. És szerintem annak a Déli Tibornak igaza volt akkor. És még a gratulált is nekem ez ügyben most. Miért nem gratulálok? Most is gratulálja, hogy ezt bevattam. Azt így most meg is felelőbb beszélni, hogy jól beszélni. Van-e még érdemi hozzászólásom? Nem, én is meghallgatok mindenkit tisztelettel, meghallgatom Trifondorbertet és Pernezkit, ha előbb még komposztálásról beszélünk, hogy azt is meghallgatom. Utoljára felhívom a figyelmét, hogy a mond érdemi információk volt, és ebben van még egy fél percet, vagy a fejezetet. Igen, meg azt is cinikusnak tartom a jegyzőasszonynak a válaszlevelében, hogy tűzvédelmi jogokra hivatkozik ebben az intézkedésben. Mert gyakran szokott az újpesti városháza leírni, hogy erre hivatkozva szükséges az, hogy elkérjük mi az emberektől a személyt. Bocsánat, képviselők lehet. Hát, szomorú is lenne. De azt gondolom, hogy nem az újpesti városháza ére, hanem ön égeti le magát ezekkel. Köszönjük szépen, képviselő. Kettő mondatot azért kiegészíteni itt a végén, és
nem adok több szót senkinek innentől kezdve, és nem fogunk ellen az előterjesztésre szavazni. Az elmúlt időszakban, az elmúlt 4 évben tökéletesen bemutatta azt, hogy hogyan nem lehet megérteni azokat a dolgokat, amiket mi itt elmondunk. A 2019-es naivos állásfoglalás az nem erről szólt. Arról szól a képviselő úr, de ezt elmondta a jegyzőasszony is, és akkor fogja azt a papírt, olvassál még egyszer. Az volt a probléma, de ezt a akkori jegyző meg is értette, hogy fogták a személyi igazolványt, fogták a lakcímkártyát, és mind a két oldalán beszkennelték. A kifüggesztett adatvédelmi tájékoztató pedig egy 64-es papír volt, néhány mondattal alátámasztva, ami nem felelt meg az előírásoknak, az akkori előírásoknak. Ezt a naiv teljesen joggal kifogásolta. Most, jelen pillanatban egyedül fel kell mutatni a személyigazolványt. Egyébként ön Szabó Balázs képviselő, mert nem lát a megbízó levelét magának. Nálam itt van pedig azt a fiókba megtalálta. Szóval játszhatunk ki ezt, csak nincs értelme. A másik egy a tűzvédelmi előírás. Ki beüt, tehát történik egy tűz az épületben, soha nem történjen. Honnan tudjuk, hogy hány ember volt az épületben? Ja, ha lenne munkahelyre, lehet tudni ezeket az előírásokat. Köszönjük szépen, szintesen, hogy képviselő azt, hogy ezt a kormányzatot szólnál. Én csupán ezt a tényleg ezt a költői kérdést veszem föl. Én gondolom, hogy ilyen felépető rendszerrel egyébként bármikor megérhető az, hogy hányan tartózkodnak éppen az adott épületben. Lezárnám a kérdésével, nincs, nem tudunk mire szavazni, ezért nem szavazunk. Ozsvárd Kármán képviselő úrnak két kérdése lenne, hogy én megadom a szót. Köszönöm szépen a szót, tisztelt polgármester, tisztelt képviselőtársaim. Először két évvel ezelőtt két évvel ezelőtt 2021. szeptember 30-án képviselőtestületi ülésen kért a szót ezzel a témával kapcsolatban. Nyilván a díszóra is az erre a kérdése, a polgármester ma már mondott egy fél mondatot. Akkor ugye a képviselőtestület testületében támogatta ezt a javaslatomat. Egész pontosan azt, hogy látás, zárás, gyalogát kellőhely létességében ott a díszóra a Dárt 9 utcában. Utolsó levelemet, amit ezzel kapcsolatban a polgármesterről láthattunk, az körülbelül másik két hónappal ezzel történt, és akkor polgármesterről azt mondta, hogy 2023. szeptember 4-én, tehát EU-nap szeptember 4-én adják át a kivitelezőknek a területet, akkor, illetve az elkövetkező azután még körülbelül 3 héten keresztül semmi nem történt ezen a területen. Tegnap éppen a három bizottsági ülés egyik szünetében sikerült arra gurulnom, és örömmel konstatáltam azt, hogy valóban elkezdődtek ott a munka folyamatok, és találkoztam is 3-4 dolgozó munkás emberrel, és meg is kérdeztem tőlük azt, hogy egyébként pontosan mi az, ami történt, nyilvánok elmondták, hogy ez a rendszerás keresztülésünk kialakítása kérül, és elmondták azt, hogy ott egyébként úgy felfestett az ebre, szűkítik az útestet, illetve két kandellábert is kihelyeznek. Az árjóban teszem hozzá, nem tudom egyébként annak a kandellábernek ott van-e, vagy annak a két kandellábernek lesz szolgálni. Értelme? Nyilván. Ugyanakkor ami a lakók és a én külön kérésem az volt, hogy ez egy azon túl, hogy fölmagasra az ebben, azon túl látás gyalogát kellőhely létesüljön ott. Én úgy tudom, hogy most, hogy meg is azt mondták ott az ott dolgozó munkások, hogy ez nem így fog történni, csak az ebben fogják fölfesteni, illetve amit még mondtam, hogy ott beszűkítik a területet. Ezzel kapcsolatban szeretném megkérdezni, nem tudom, hogy polgármester, vagy tanpolgármester, hogy ez valóban így lesz-e, és hogyha ez tényleg így van, akkor miért spórolnak az ott élő embereken, illetve a biztonsági szervezők. Köszönöm szépen. Természetesen képviselőknek meg kell feltétlenül a helyszínen tájékoztatnia, de mindenfajta különböző helyzet örülteni, hogy
jutalma számomra, hogy képviselő által kezdeményezett kártyagorosságban létesülő zellemális előírnál, és nyilvánvalóan a tervezési folyamat az olyan úgy, amit a hatóság engedélyezett. Én inkább másokra közelíteném meg a kérdést, én azt mondanám, hogy itt volt igény és valós igény egy zebra létesítésére, és ez a zebra hamarosan el fog készülni a hatályos előírásoknak megfelelően. Megjegyzem, ha már szóba kerültünk, akkor beszéljünk a többi zebrával, és hát egy zebrával beszéljünk, mert azért mégis nagy városban élünk. Azért, ha már itt vagyunk és dolgozunk, akkor beszéljünk több zebrával is. Én azt gondolom, hogy a gyalogos biztonság az egy rendkívül fontos igény, újvesedés és minden. És azt gondolom, hogy az elmúlt években jelentős beavatkozások voltak részen Újpest részéről, részéről, el kell mondani, hogy a fővárosi önkormányzat részéről is. Hiszen ugye most épül a Deák Ferenc utcában az ebben a dolog átkelő, nem létében adtuk át Molnár Tibor képviselő kezdeményezésére, aki keveset szokott szólokolni, ám de tanár többet cselekedni a lakossággal kapcsolatban tartva, a Tél utcai zebra is nem került átadásra, sőt egyébként a Tél utcai zebra, és Polgár is úgy kísérült egyébként csak, akik délben ugrok egyet éjszakra, a Homokdövis utcai zebra is nem végig zebrák, és nem végig kerültek átadásra. Nem egyébként meg, hogy kiemeljem a Dr. Szabó Gábor képviselő által kezdeményezett és szolgálkozott, már említett Károly István és Balos kereszteződésben megvalósult zebrát is. Engedjék meg, hogy megemlítsem abban, hogy Külső Szilárdi úton hosszú évek alatt egyébként az Újpesti önkormányzat finanszírozásában a főváros által megvalósított szabrát is. A Leiningen-Bécsei kereszteződésben a főváros alakított ki lámpás csomópontot és szabrát, de említhetném akár az utcák mellett és a Farkasági utca kereszteződésében megvalósult szabrát is. És megjegyzem egyébként, szintén lakosság, illetve képviselői kezdeményezésre más helyekkel is tervezünk az embereket kialakítani, de mindazonáltal örülök, hogy képviselő örül annak, hogy zelvegyék a Deák Ferenc utcán. Köszönöm. Köszönöm szépen a fényben egy kielégítő válaszát, ahol nem is tudom, mert látszik az, hogy a választási kampány szövegében idő valóban elindult. Köszönjük, hogy ezt így megosztott velünk, de én megvallom őszintén, nem a Baros utcai kereszteződés, hanem a Tény utcai kereszteződés volt a kíváncsi állam, mint mondjuk nem tudom, hány éve ott képviselő, és azokért az embereket dolgozik próbáló képviselő, akik azok a környéken vannak, számomra az a fontos. Minden pontosan tudjuk, hogy az gyakorlatilag Újpest egyik legveszélyesebb kereszteződése. Pontosan lehet ezt tudni a polgármester úr, hogyha a Rákos Palotáról a felüljáron egyébként mondjuk 89-nel akár egy motoros, akár egy autósó elszállult, és a Deák Ferenc utcába szeretne kikötni, akkor elég nagy eséllyel nem fog sok esetben belassítani, és nagyon sokszor mondhat egyébként, hogy ő is pontosan tudja az ő megnálása idején is voltak ott nagy balesetekat, ott esetben halálos balesetek is. Zárója bezárva. Én lehetséges, hogy a köszönöm kívánkásra magát van a kezdem, és hogyha ezt elmulasztottam, akkor remélem, hogy ezt megköszönjük. Köszönöm szépen, hogy egyébként ugye be. Bár két nap ilyen, két év késéssel, de azért talán csak sikerül majd átadni ezt a kereszteződést, de ő is pontosan tudja azt egyébként, hogy sokkal fontosabb az, hogy nem csak egy csipoláló zebrás kereszteződés volt kialakítva, hanem egy lámpás kereszteződés volt kialakítva. Nyilván nagyon fontos az, hogy kell kandellárral kell megvenni a világítva a terület, de sokkal fontosabb lenne az, hogy egyébként tele volt egy lámpás kereszteződés és kialakítása kerüljön. Lehetséges, hogy a mai képviselőtestületi ülésünknek a második, harmadik napjának pontjának kellett volna ezzel kapcsolatban felszólalni, amikor a költségvetésről volt szó. Nem tudom, hogy ez nyilván rádiatívan fogja, mert ez biztosan pontosan meg tudnám mondani, hogy mondjuk egy ilyen lámpás keresztelős kialakítása az mennyibe kerülne. Nem tudom, hogy utolatosan lehet ezt pontosítani, én szeretném azt kérni, adott esetben most is a képviselőtestület grémiumát, hogy akkor szavazzunk erről, vizsgáljuk meg a önkormányzat, hogy van-e erre lehetőség, és hogyha igen, akkor mennyire. Még egyszer, amit két évvel ezelőtt is kértem, és amit az elkövetkező több ülésen is kértem, és most is ezt szeretném kérni, és az nem csak a részvényes kérdése, az kapcsolatoknak is a kérdése, hogy az ő biztonságos testi épségű megőrzés és védelme érdekében ne csak szerves, hanem látás, hogy jobbát kellene kerüljük kialakítása. És erről, hogyha el akar, most döntsük szabadásra, és köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy megjó lesz a esetleg tűnés vége, viszont mindenképpen szeretném.
végig azt, hogy azt önök találták ki, ahogy sem. Nem probléma az, hogy önök találták ki, nyilvánvalóan önök ezt. Ez a dolguk, önök ezért vannak itt, hogy Újpestet előrébb vigyék. Viszont vannak olyan ügyek, amelyek nem az önök regnálása alatt keletkeztek. Én most kétszer is megjelentett, hogy Szabó Gábor képviselőt javasolta a Baros utcai gyalogátkelő helyett, a Baros Károlyi kereszteződésben. Én pedig olvasom az e-mailjeimet 2019. július 25-én, amikor arról értek ezek az akkori kollégáimmal, hogy a Károlyi Baros utcán elvégezték a fénynyérést, megszereztük hozzá az engedélyt az építéshez, beszéltük a lakókkal, a lakók igényeivel. Tehát akkor, amikor én arról beszél, kétszer is megemlíti, mert egyszer megemlíti, elszóltam meg. Lejártam, rosszul mondta, rosszul megemlíti. De ötletném, ez most már egy trend. Trendé vált, és legyen egy szívesen, ez, erre nincs szükség, nincs szükség. Én azt gondolom, hogy intelligens emberek, önöknek vannak eredmények, gondolataik, és nyilvánvalóan hallnak előre a maguk emberek szerint, amelyek nem vagyok említi, hogy ez részlet, ez most erre nem számít. De azért, amúgy az végét feltörölni, tehát ide már nem menjünk vissza. Ha Szabó Gábor javasolt valamit, és nem Szabó Gáborról beszélek, most erről, ha Szabó javasolt valamit, akkor az hivatkozzanak rá. De ezt a gyalogát kérdélet nem Szabó Gábor javasolt. Az melyik? A kettő is van. A Baros Károlyi járható gyalogát kérdélet. De kettő is van. Tessék. Nem menni fel. Amikor ön eljött a 2019, amikor merében a gyalogát kérdélet, a világítása, minden együtt megvolt az engedélye. Az embereket hasonlóan el kellett venni a városvezetési osztályon, és meg kellett építeni. Önöknek ez 2,5 év kellett. Erről meg nem is beszélgethetünk. Tehát, én csak kértem, de most hivatalban jönni az, hogy párbeszédet is folytathatunk erről, és magyarázhatja a semmit. Tehát legyenek szívesek azzal foglalkoznak, arra hivatkoznak, és arra azt emlegessék föl, amelyet valóban önöknek. Ön nincs az a semmi van. De azért a múlt az egyéb eltörni ezt, hogy egyre ne kérjünk már vissza. Köszönöm szépen, Ferenc László, a polgármester úrnak a szó. Mint a 14-es körzet képviselője szólalt meg inkább, 2011. február 11-én volt egy egyeztetés, amit én kezdeményeztem, azon részt vettek a rendészetnek a képviselőt, a rendőrséget, a Varga Birgitta az Ászlós mindjárt ismeritek, illetve a rendőrségnek, illetve a BFB, BKK-nak is a rendezői voltak ott. A téma az volt, hogy én a kismentereti úton megbetűen megszűnt az, hogy fel lehessen hajtani a felüljáróra az a lehetőség. Ennek kapcsán mondtam, hogy milyen forgalomtechnikai beruházásokra, megoldásokra lenne ott lehetőség. Ennek a beszélgetésnek a során többek között azt hangzott el, hogy ott az ismentereti útra a felhajtáshoz kellene egy lámpa, ami nem csak akkor járna 70 millió forintba kerül ez egy dolog, hanem hogy annyira visszatorlasztaná adott esetben délutáni órákban a forgalmat, hogy nem éri meg megtartani, valamint nagyon rövid időben alatt fel lehet jutni egyébként a hídlábának megkerülésében, a hídlá, ha valaki esetleg nem akarja megkerülni a sok szótot, hanem felhajtani, fel akarna menni jobbra a hídra, akkor egy kerülővel egy perces kitérőt kell tennie, meg tudja tenni erről a oldalra. Ennek kapcsán került szó arra, hogy felmerül már építeni ezt az izomüzemre, és felmerült az a kérdés, hogy kellene esetleg oda is lámpa, és az a válasz, amit a emlékeim szerint ezt csak azért mondom, mert ennek volt egy arra egy ilyen beszélgetés, hogy utána egy nagyon csoportik kiépítés esetén lehetne lámpást építeni, viszont mivel annyira közel van a sarokhoz az a csoport, ezért ott valami, nem tudom, vissza a torlón, úgyhogy egy elhagyó képződnek, nehéz lenne ezt behangolni, és ezért mondták, hogy oda valóban egy ilyen szűkítés, egy zárt indokolni lenne, de lámpa valószínűleg nem, ugye, ami a hídról lezúduló forgalmat szabályozná, jegyzetben 50-re lehet menni, tehát itt a 80-nál jönnek, akkor már vége rossz. A lényeg az, hogy én nagyon támogatom egyébként azt, hogy ezt a nagy csomópontot, akár ennek az István Terki úti kereszteződésnek az újra megvizsgálatával egyben kezelve megvizsgáljuk, és akár itt is, meg ott is kerüljön egy lámpa, ugye volt forgalomszámlálás, úgyhogy egy ilyen csomagat én magam is támogatni tudnék.
lehet hallgató. Én úgy emlékszem, hogy hangzott el, hogy a helyzetet nem én akkor. És ugye van egy jó hírem ezzel kapcsolatban, ugyanis a metró építésnél, a jelmű metró építésnél ez a csomópont teljes egészében átépülne, és a metró építéssel párhuzamosan jelenleg nem megoldható, legalábbis ez az utolsó információ, hogy a BKK semmiképpen nem fogja tudni megoldani ezt a problémát. De azzal, hogyha itt a forgalom átszervezetik, már pedig a metróépítés, a hajdani metróépítés kapcsán átfogalakulni, és a tej és a felügyelő útmutatta, illetve a környező útszakaszok az útmutatta, és teljes egészében meg fog változni, illetve a vízkora irányába fog egy pár métert elmenni. Ezért akkor már lehetőség arra, hogy ott látás keresztelődés alakítsak ki, már pedig látás keresztelődés kialakítása van terve. Úgyhogy azt javasolnám a kormányzati képviselőknek, hogy azért is húzzanak, hogy ez a metrópragmázás valamikor elkészüljön. Zárójelbe jegyzem meg, hogy az összes engedélyes terv az elkészült a főváros számára, a kiviteli tervek elkészítése nagyjából egy 2,5 milliárd forintos költséget jelentene, hogyha ezért tudnának a jövőjéti költségvetés tárgyalásokra, aminek már ugye a első számú módosítása a nagy költségvetésnek megtörtént. Hogyha esetleg valamik veletekben szokott összefogni egy 2,5 milliárd forintos lehetőséget a metrók meghosszabbítására, kiviteli tervezése és rendelő dokumentációnak elkészítése, annak nagyon nagyon tudnak örülni. Nagy is megképviselő, kapcsolatban akarom a szó. Az elmúlt egy óra megmutatta, hogy miért helyes a képviselőnek a döntése, hogy nem kívánja, hogy a tévé egyenes adáltal közvetítse meg a képviselőtestület üléseket. Ez pontosan megmutatta. Úgy tűnik, hogy Tűzó Norbertnek mindenről egyébként a propaganda jut a leszébe, aki egyébként, és ezt szóvá tettem neki, polgármester jelöltét jelenti meg a Újpesti médiában. Hogy ő nem polgármester jelöltje, még a végállam sem polgármester jelöltje, úgyhogy megkérem, hogy ezen a tudtam, és hogy tartózkodjon ettől. Mint ahogy tartózkodjam attól is, hogy itt lássuk olyan eredményeket, amiket mondjál már még valami Norbert, mert hogy ezek az eredmények, ezek mondjuk, hogy csak inkább kudarcként lehet tekinteni. Ilyen például a Újpesti fejlesztési program, amiben egyébként két éven keresztül ellopták a lakosságtól ennek a lehetőségét, és most visszaadnak belőle, nem olyan, bocsánat, nem adnak vissza, hanem az elvetőre jutó támogatást odaadják az állampolgároknak, mert egyébként, hogy mondjam csak, választások közelednek. Ahogy egyébként most végtelen itt a testület ülése lehetőség van, megkérem, elmeszilátó alkoholgyermeseknek, számoljon be a képviselő testületnek az előző alkalommal meghirdetett és sokat vitatkoztunk rajta a Újpesti rezsitámogatásról, hogy ez milyen eredménye zajlott, hányan és összességgel milyen összeggel kaptak ebből a támogatást. És hol van már az összes többi kudarcot? Milyen a Újpesti kormányzatok? Ezek úgy tanulnak. Ebből semmi az égvilágban nem történt meg. Vagy ha meg is, ha történt valami, akkor jó alacsonyan szinten, mint ahogy azt megígérték. És akkor sorolhatom a választási igényezetet is. De rendeszem, ezt is csak azért teszem meg, azt mondom, mert az előbbit egyébként egy általános propagandában tettett annak kapcsán, hogy most éppen azt tartani, hogy ez a katonák folyik. Úgyhogy ezt valakért, hogy tényleg fejezzük meg. Mert ahogy azt is kérem, hogy a végletesen kivéreztetett Újpesti önkormányzat, annak a város vezetése, a baloldali képviselői, kötessék meg azt a gyakorlatot, hogy minden nem tudom, hogy ha elkészül az Ebra, akkor mindenféle rendelem, hogy már egy éve elkészült. Az az Ebra, aminek úgy három éve kellett volna elkészülni. Hogy mindenféle rendelem, hogy elkészült a legjobb a park. És felmondolod a képviselőt. Ez szerintem kurva kampány támogatás, és ennek nem lesz volt végemet. De már én szeretném volna, hogy fejjentjük be ezt a gyakorlatot. Köszönöm szépen, most már meg kell a második kérdéssel szeretném, hogy még ehhez. Na, végeg ez. És annyit szeretnék az tisztelt városvezetés és figyelmébe ajánlani, illetve mondani, hogy ez két nap, ilyen két évvel ezelőtt egységesen döntöttük arról, hogy ott milyen keresztülődés kialakításáról lesz szó. Abban benne volt az, hogy nyilván a kandelábere,
nyilván a zöldásfölfestés, nyilván a szűkítés, a táblázás, minden, ami ezzel kapcsolatos, de ami akkor is hangsúlyoztam, azóta nem tudom, hát a bizottság és képviselőtestületi ülés is hangsúlyoztam. Nem az integráció, nyilván nekem is fontosan az ott lakók, az arra közlekedők számára egy szempontjából a legfontosabb, hogy lámpás keresztezés kerül kialakítása. Hogyha ez 2 millió, 3 millió, nem tudom, nem vagyok ennek a szakértője, legyünk kedvesek, akkor vagy vizsgáljuk meg, vagy akkor ismét szavazunk erre most itt a képviselőtestület ülésen. Köszönöm. Csak tájékoztatásképpen, hogy az a, ha jól emlékszem, az az erre a linkinél, a megjelölődik található, az egy bruttó 120 millió forint környéki, csak a lábon 25 millió, és a kialakítás plusz a többi 4 millió. Tripol, Pozsvár Kármány képviselő, úgy rendben, tehát úgy rendben. Bocsánat, nem tudom, hogy ez a műkendé, de rendesen beállóztam. 25 millió forint, az nyilván egy ember élethez sem mérhető. Tehát most nyilván nem akarok, hogy senki esélyezelni befolyásra gondolni, de azért valahol mégis. Tehát azért érezzük már meg, és egyébként megint más példával jönnek elő. Egyfől annyira nem érdekel, hogy valamit a megyei úti keresztezésnél, de egyébként igen, az is nagyon fontos, hogy most ezzel a témával kapcsolatban jöttem. Ígéret volt róla, vagy nem? Döntés volt a kapcsolatban, én úgy tudom, hogy a költségvetési forrás is megvolt rá, de miért fog ez nem történt meg ez a fajta kialakítása. Köszönöm szépen! Azért nagyon, hogy fél óra vagy 20 perc beszélgetésében azért elhangzott azt, de majd mindjárt itt alpolgármesternek átolvasztok, hogy jelenleg még nem az Újpest önkormányzata az, ami az engedélyező hatóság. Tehát, hogyha mi szeretnénk valamit megvalósítani, és ahhoz gyakorlatilag nem lehet megvalósítani, mert nem járul hozzá a közlekedési hatóság, vagy éppen a BKK, aki egy felettes szervésügyelet, és minél minden jóvágyás kell, akkor gyakorlatilag nekünk is megvalósítva a kezünk. Zárójelbe jegyzem, és még megint kiemelem azt, amit az előbb mondtam, hogy ez a kereszteződés teljes egészében átépítésre kerül, amennyiben majd egyszer a metró építés az elkezdődik. De megadom a szót a polgármesterünknek. Én tisztelt, azt hiszem, hogy a frakcióvezetőnek Gunnar volt igaz, aki azt mondta, hogy hagyjuk a van, de talán nem hagyjuk a kvárendrán, csillapítsuk a lényeget. Jól látszik, hogy az ellenzék ugye most már kampányban volt, már semmi sem jó, mindenben a libát keresi, a kárkány is csomót keresi, az élő fába is melekül, de ilyeneket én nem szeretnék mondani, mert azt mondom, a frakcióvezetőnek tényleg igazából abban, hogy ne csináljunk kampányképviselőt testvetítést. Egyéb megjegyzést tennék például a legnagyobb gyűlöletre. Lenni képviselő úr elmondta azt, hogy a munkatvégét nem törjük el, és azt gondolom, hogy ez egy jogos felvetés ezen munkatvégben is önmagában, és visszajézném, hogy amikor a Szíves Lótis Kordázisról az aktív partvizsgálat kordázó próbára értekeztünk, valamint a Semség Futók, én magam emeltem ki, hogy tártálástól függetlenül készült el, és milyen sokan használják például a Színes Aktív Parkot, vagy a Semség Futók. Tehát véletlenül se szeretném a mutat eltörő, ami ilyen értelmet, de tetről szeretném mindenféleképpen megmutatni. A másik, amire szeretném felhívni a figyelmet, hogy lehet, hogy én tévedek, és ha tévedek, akkor én őszintén elnézést fogok kérni, az ország itt ottatlan figyelmezenség lehet, de a 2021-es képviselőtestületi határozatunk, az én tudomásom szerint az úgy szól, hogy ezen az a szakaszon, Pisztoly-Deák Ferenc utca, a biztonságos közlekedés érdekében zebrával elváltó gyalogos átkelően hétesítését támogatjuk. Én azt gondolom, hogy ellenőrizzük ezt a képviselőtestületi határozatot, mert ha én jól emlékszem, és ez így van, ahogy én mondom, akkor gyakorlatilag mi most betű szerint hagyjuk végre a képviselőtestület egyhangulag elfogadott álláspontját, és építjük meg ezt az ember. Egy apró megjegyzést, ha megjegyzem, hogy ezt már tényleg nem bántó szándékkal, de hogy fogalmazom meg úgy, hogy véletlenül is legyek ezt pártpolitikai szándéknak, de amikor éppen megépítjük egy szembert, és nem jutatom képviselő aktivitását ebben a kérdésben, hogy Szabó Balázs képviselő aktivitását sem vitatom, ő is többször szóval hozta, hogy ez szükség volna, de
kiosznak, hogy ez nem, nincs rendben, hogy tudomásunk szerint a testületi határozattal. Azért ennyi dolgon ne feledkezzünk meg. És az önök 9 évében hány szent vagy épült? Milyen volt a városvezetés? Milyen volt a képviselő? Közelben, legzebbra vagy nem legzebbra? Gondolom nem 2019 után nem volt se feszélyes ez a csomópont, hanem már előtte is az van. 9 évén keresztül miért nem építették meg? De azért nem akarom ezt mondani, és azért tekintsük úgy, hogy nem is mondtam volna, mert nem gondolom, hogy nekünk ilyen párpolitikai csatározásokba kellene bocsátkoznom, de azért mondom, hogy örüljük közösen, hogy van egy zebra, tehát ez a zebra megvalósul, és egy ilyen zebra biztos, hogy biztonságosabb, mint hogyha nincsen zebra. Ennek ellenére azt gondolom, hogy most vagy Kánon képviselő úr figyel, hogy ennek ellenére azt gondolom, hogy létszerűen semmi akadálya egyébként annak, hogy ezt megvizsgáljuk. Meg fogjuk vizsgálni. Semmi akadálya. Nem is kell azt hozni. Mi sem természetesen. Megvizsgáljuk a felvetését. De örüljünk már még egyszer, hogy valami jó dolog történik. És ne csináljuk tőle párpolitikát. Köszönöm szépen. Szabó Balázs képviselő úr. Én nem igazán nem akartam már szólni. Annyi minden elhozott itt, és mégiscsak a tízes válaszok körzetben beszélgetünk itt már ideje. Tényleg azt gondolom, hogy Osár Kárnán, amit két éve beterjesztett, azt már jó régen nem kellett volna csinálni. Tehát minden, mégis mindenféle pártpolitika mindenek. Mondom, én szégyenkeznék, vagy a lesülni a képemről a bőrökre, én egy vacak zebrát nem tudnék megépíteni, úgyhogy egy százados városot szedek. Nem tudom, meg tudom, hogy sok objektív akadálya van, értem, elhangzott minden, De azért, akkor minek ülnek a város élén emberek, amíg egy zebrát sem tudnak. És megkérdezhetném, hogy ki van a Mafolányi Zsoltnak a körzetében megígért zebrát, akkor nem azzal sincs semmi. Kész van? Nem tudom. Fogalmam sincs, azért kérdezem. Nem tudom. Ez biztos, hogy nincs kész két éve. És ebben a tekintetben szerintem most már Kálmánnak igenis igaza van, amikor ezt tudja számon kérni, és ugyanolyan határozottsággal kész számon, mint ahogy én mondjuk a Kossuth utcai felújítást. Nem számon kér, hanem mondjuk úgy, hogy szorgalmazom. És nagyon örülök, hogy Kálmán volt 25 millió forintot adott be, hogy ennyire szeretne szebrát építeni, de akkor nagyon remélem, hogy nem kerül beszélve a Kossuth utca 68-nak a felújítás, nem volt azt a 25 millió forintot fogják átcsoportra, csak a négyzetben. Nagyon megértem, amikor ez a szám elhangzott. Jó. Úgyhogy nem, tényleg valamit tényleg akkor most már találjuk, hogy ez az ebben megépüljön, és tényleg, hogy fél órája, meg 40 percet vitatkozunk egy négyzetáról. Jó, akkor jó, rendben. És egyébként abban meg én is úgy emlékeztem, hogy Tippa Norbert mondta, valami világítás nélkül is szabadjunk ezt. Most én nem néztem utána, de fejből én is így fogadtam el. Ez ennél nagyobb baj, hogy még egy világítás nélkül is tudott elkészülni két év alatt. Úgyhogy most már tényleg jó lenne, és bízom benne, hogy akkor most már valamit a tényleg elkészülünk. Most már kell át képviselő úr, még mindig a kérdéssel kapcsolatban? Igen. Akkor még egyszer a polgármester úr, és tisztelt városvezetés. Köszönöm, és köszönjük szépen az otthonok nevében, hogy mondjuk azt, hogy 70-80%-ban a közös vállalásokat teljesítették. Még egyszer mondom, köszönöm szépen, és örülök neki, mert tényleg egy nagyon fontos beruházás, nagyon fontos fejlesztés, emberek életek és emberi sorsok és családok sorsa is múlhat róla. Nem szeretnék belemenni abba, hogy akkor mondjuk az abban a bizonyos 9 évben, mondjuk a 19-et megőrző 9 évben hány útfelújítás, hány járdafelújítás, hány óvoda, iskola, stb. Felújítás történt, akkor lehet, hogy nem mond 54 másodpercet beszélnék, hanem hát jó a többet. Mindegy, nem menjünk el most bele, történt, hogy történt 19-ben, önöknek most itt van rá a lehetősége, hogy vélemisnak valamit. Tehát még egyszer, én úgy emlékszem, hogy ez nem pontosan így volt, vagy adott esetben a jegyzőkönyvbe került bele, rosszul. Ha rosszul került bele, akkor kérem, hogy módosítsák. Ha én emlékszem rá rosszul, akkor elnézést kérem, legyen egy olyan megoldás ennek az ügynek, hogy akkor most döntsük arról, hogy akkor igenis átcsoportosítunk erre a területre, erre a kereszteződésre, a megfelelő összeget vizsgáljuk, a város vezetése, hogy megvan az összeg. Jó, és milyen
milyen garanciát tud vállalni arra a városvezetés, hogy megtesek? Köszönöm szépen. Tehát akkor az alkoholmesterül ezt így elismeri, és akkor meg fogják vizsgálni ezt a dolgot. Pillanat. Egy mondat, igen. Tisztelt képviselő úr, az elismerő szót, azt visszautasítom, mert én nem tudom, hogy mit akar velem elismerni, és az mindig a szót. Azt természetesen a jegyzőkönyvben elmondtam, most is elmondom, hogy az én tudomásom szerint az a határozat, amit egyhangilag elfogadtunk, nem tartalmaz ezt a kitételt, de a tévedés jogát fenntartom, ahol képviselő is megtartja a tévedés jogát, és mind a kettőnek fogunk ellenőrizni. Egy, kettő, képviselő felvetésére természetesen jegyzőkönyvben foglalkozva rögzítjük, megvizsgáltatjuk annak a lehetőségét, lehetséges-e, indokolt-e, és milyen különbségre az, amit képviselő úr felejtett. Jegyzőkönyvben foglaltuk, lejjük. Punktum. Rádió Zita képviselő fogadva meg a szót, és utána a második kérdésére kérdünk ezt. Egyetértek a nagyisztánnak, akik kellett mennie, hogy zárjuk le ezt a vitát. De azért elhívom zárásképpen, hogy zárva lehet Trikon Norbert figyelmét, a Vágyi tudja, mert ő alkalmazza azt a konceptot, nem szeretném elmondani, aztán elmondja. Kis mosolyra a szárás alakában. Én sem szeretném elmondani, de elmondom. Elmondom, de nem szeretném elmondani, mindenki során. 1990 óta nem épült ott Gyalogát kerül egy. Tehát 1990 óta nem épült a dialogát előre, sem az első alkoholjárosztási idején, sem az enyém, és sem a másik alkoholjárosztási idején, az egy másik eset. Tehát az ön első, és az én két alkoholjárosztási, és az ő második, tehát kettő-kettőből alapján van, jól mondja, tehát ezzel a nem épült dialogát kerül egy ezen a helyen, és nyilvánvalóan a jegyzőkönyvben ki fog derülni, én nem egy kényszerű zebra szerepel, velőtt részkésben, hogy ki fog derülni mindegy, de azért összességében az én eredeti gondolatom azért az, hogy legyenek szívesek azzal, az önök eredményeit propagálják, és az önök eredményeit ott nem kell, hogy elismerni, csak saját kicsit, saját maguknak, hiszen azokkal, nem rólam szól ez a dolog, azokkal egyébként egy egész hivatal dolgozott, kollégák dolgoztak, ennél konkrétan ennél a dialogát kellene helyenni a főváros kellett lenni, mert egyébként nem engedélyezték a kámpa elhelyezését, tehát nem volt megoldva, és ők az ánsi oszlopról mentek át állni, tehát ezek nehéz ügyek voltak, tehát nem szeretném kérni, ezt már megbeszéltünk, zárjuk le, mert a kampány felé haladva, ez nem kampányfogás, megvállalhat az a kampányfogás, én azt gondolom, hogy nekünk is van a kerületünk, önöknek is van a kerületünk, és ezt meg kell tartsuk tiszteletben. Köszönöm szépen, akkor ezt a kérdést lezárjuk. Köszönöm szépen, és most már nem a képviselő második kérdésre. És akkor a második téma is. A szintén területésben ilyen polgármester úrnak a témában is. 2023. július 6-án Sós-Edvinnel és a törvényrendelt filmekkel kapcsolatban az alábbi kérdéseket tettem föl. Első kérdés, hány darab úgynevezett imázs videót számlázott le a Rotaris Kft. Az Újpest Sajtó Kft. A második kérdés, a rendőrségi eljárás során hány darab ilyen videó került átadásra? A harmadik kérdés, hány darab videót nem tudott átadni az Újpest Sajtó Kft. A rendőrségnek? A negyedik kérdés, ha a videók jelentős része ma is megtalálható különféle online felületeken, akkor melyek ezek a felületeket, ahol található? Ötös kérdés, hány darab videó nem jelent meg még sehol az átadása szóra során? És a hatos kérdés szó szerint, a Dombáris Kft.-nek volt-e szerződése az önkormányzattal, vagy a hivatallal, ha igen, milyen időszakban és milyen értékben számlázik a cég? Ezekre a kérdésekre kértem választ. Kedvesőktől nem kaptam. A munkatársától egy olyan választ kaptam, hogy tájékoztató, hogy a megbízási szerződés alapján kizárólag az elkészült és átadott videó után perc alapon történt a számok kibocsátása és ennek elszámoltatása. Pedig a válasz. Egyetlen kérdésre sem kaptam választ, amit
föltettem, és nem kaptam meg a dokumentumokat sem ezzel a témával kapcsolatban sem. Kérdeztem még egyszer, hogy a hat kérdésekről kaphatok választ, városvezetéstől, cégvezetéstől, akárkitől, és mikor kaptam meg ezeket a dokumentumokat. Köszönöm szépen! Eligazodom a képviselő urat, hogy ezeket a képviselő kérdéseket 2023. augusztus 31-én tette föl, és a képviselő kérdésekre vonatkozó választ. Válasz az a kérdés beérkezés követően 30 napon belül kerül megválaszolásra, és úgy gondolom, hogy ebből az időtől a polgármesteri hivatal és a polgármesteri kabinet még nem csúszott ki, úgyhogy a következő napokban erre lehet választ fog kapni. Még egyszer. Még egyszer. 2023. július 6-án tettem fel a kérdést. Nem tudom, sosem voltam meg egy kérdés matekból, de most már lassan 60-an továbbra telt el. Köszönöm. Alkalom lehet érdekel képviselő, hogy válaszol, mennyi válasz, csak valószínűleg nem tudja ezt felfogni, vagy nem tudja értelmezni. Erre nem tudok választ adni. Ezt ön tudja, mivel a kérdések most ráadásunk egy olyan dolog, hogy most már mindenki mindenhez hozzászül, a kérdés az arra szól, hogy leteszi a kérdést, hogy válaszolunk, vagy ha éppen nem tudunk válaszolni, akkor 30 napon belül a kérdésre válaszolunk. Most már azt is megszólhatjuk, hogy egy 30 napon belül válaszolunk, bocsánat, hogy nem azt mondtam. De úgy érzem, hogy kezdünk odáig is elmenni, hogy meg felteszik a kérdést a testületi után pár napban, majd a testületi kérdés, ugye a kérdést felteszik, ami szerintem tehát várják meg a 30 napot, és mindig várom, hogy most is válaszoltunk, válaszoltunk. Ahogy egyébként válaszoltunk a fakivágásos kérdésére, csak lehet, hogy akkor nem tudta értelmezni ezeket a kérdéseket, ezeket a válaszokat, amikre ezekre a kérdésekre kaptunk. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ez pár napon belül teljesülni fog, úgyhogy legyen szíves a választ elfogadni, és egyébként a válaszra mit, amit kell reagálni. Nagyon emlékszem az SMS-t alapján. Itt van oda, a magányosok ötleti ügyrendben kért szó. Igen, tisztelt képviselőtestület, ügyrendben kértem szó, mert szeretném jelezni, hogy a képviselőtestületi szervezet és működési szabályzata szerint a képviselő tehet felkérés a képviselőtestület ülésén, semmi akadály nincsen, csak az SMS szerint a képviselőtestület ülés megelőzően 3 hónappal kell leadni a kérdést. Én azt gondolom, hogy én ezt érsek a jövőben, ezt tartsák magukat. Köszönöm szépen. Szabó Balázs képviselő szintén úgy jelenti, hogy egy egyszerűs ügyelmét jelent mondani, ha nem ügyelben el fogjuk tenni ezt. Tehát képviselő úr föltesz 6 kérdést, és visszajössz a jövőben válaszolni. Írásra is föltette. Ügyrendi javaslatot várunk. Nem ilyen viszont válaszolni. Ügyrendi. Mi az ügyrendi javaslat a képviselő úr? Köszönjük szépen, az eszemet szerint válaszolni fogunk fel a kérdéseket. Pozsák el a képviselő. Köszönöm szépen, ebben tripomor betanulásnak a testén ez van, csak ezekből a szituációkból nem mondom őszintén, nem tudom, hogy mit tegyek, amikor 2023. július 6-án tettem föl 6 teljesen egyszerű, magyar nyelven megfogalmazott, tök egyszerű kérdést. Erre átolták a válaszadás lehetőségét a Újpesti egyik cégnek, onnan sem kaptam választ. Én többször visszakérdeztem, hogy akkor, bocsánat, fogalmasztok, csak annyi, hogy sehol nem kaptam választ. Hitérő válaszokat kaptam, konkrét válaszokat egyik esetben sem kaptam. Nem kaptam számadatokat, nem küldtek át szerződéseket, nem küldtek át dokumentumokat ebben a témában, csak azt hajtogatják folyamatosan, hogy jó, oké, akkor majd valamikor beválaszolom. Még egyszer, július 6-án. Igaz, hogy nyert elején közben volt, nyilván a kollégáknak is szükség van a jelenésre, de gondolom, hogy azért valaki aki ebben tud segíteni, és hogyha rendben a önkormányzatban, illetve a különböző cégeknél, akkor nyilván gondnyomással állt lehetett volna különben ezeket a dolgokat. Természetesen csak azokat a dolgokat, ami nem jósági eljárás alá tartozó, vagy rendőrségi eljárás alá tartozó dolgok. Azt gondolom, hogyha a hivatal, vagy az önkormányzat valakitől és a cégtől megrendelt bizonyos szolgáltatásokat, annak igenis nyomon kell legyen a polgármesteri hivatalban, és vagy egy külső cégnek. Köszönöm. De akkor még egyszer kiemelem, hogy menj válasz a levelére. Köszönjük szépen!
Nincs, illetve Szabó Balázs képviselő úr jelentkezett még egy kérdéssel, úgyhogy megadom a szót. Egy apró kérdésem lenne. Az SMS 40. paragrafusa alapján ugye újpesti önkormányzatot érintő kérdésben, és nem közéleti kérdés, hanem önkormányzati kérdés. Kérdezem képviselőnek, az ön személyes története, most megkérdezünk el ott a képviselőnökre. Az újpesti embereket ez érdekelheti. De az önkormányzatot, ez valószínűsítem, a felvezetőből kiindulva, hogy gyakorlatilag semmi közelet sem hozzá, ugye? Valamennyi szerintem kell. Jó, képviselő úr, felhívom a figyelmét most már is. Három, négy óra elteltével, hogy amennyiben a történetet nem Újpest önkormányzatát érintő ügy, akkor be fogom megkezdeni. Majd a végén mondtad, nem. Képviselő úr, szerintem az SMS 40. paragrafusnak kristálytisztán fogalmaz, legyen szíves ezzel nem visszaélni, hogyha nem önkormányzati ügy lesz az, amit mondani akar, akkor el fogom venni a szót és berekeztem az ügyet. Ha jól értem, akkor jó, ismerve ugye a feltett kérdéseket, ezt azért fogalmazza meg ő. Nem azért fogalmazom, hogy egy SMS alapján mi működünk. Hogyha nem az önkormányzatot érinti, még egyszer mondom is, szerintem utoljára elveszik azt, hogy belekezdjük az ügyet, van egy lehetősége, ez most, hogyha eljátsz, ha nem, akkor elmondhatja, de van ott önkormányzat. Jó, akkor fölteszem a kérdést, mint polgármester úrnak, aki ennek az önkormányzatnak a vezetője. Van-e tudomás a polgármester úrnak, illetve a városvezetésnek arról, hogy Németh Mél doktor Erdősik viszont a önálló bírósági végrehajtó, aki a munkásoktól 40 évben dolgozik, és az irodájában dolgozó doktor Hagyom Júlia végrehajtó helyettes, és doktor Szendrei Gyöngyövér végrehajtó jelölt olyan gyakorlatot folytat, meg aránytalan mértékben is a fokozatosság elvész figyelmen kívül, hogy van foglalható jó tárgyakat, látok ők bekerülő ügyfelektől. Hallotta ilyen információt az elmúlt években, mióta lőtt a polgármester? Ezt belefértem? Kérdezik? Nem az önkormányzatot érinti. Azt sem hallott egy erről, tehát nyilvánvalóan én ezt azért mondom, ez nem is önkormányzat. Tisztelt képviselő úr, amilyen felteszi a második kérdést. Igen, mondom, ezt gratulálunk képviselő úr. Mert elmondanám a lényeget, hogy miatt ez közügy. Elmondom, hogy ez miért közügy. Utoljára figyelmeztetek. Nem, ezt most el szeretném mondani. Mert közben kiderült, hogy ez a végrehajtó új több újpestivel szemben így jár el, és általános gyakorlatként alkalmaz olyan dolgokat, amiket elvileg neki nem lehetne. Mire gondolok? Nagyon meleg a történet, volt egy biztosítóval, egy ügyelmekkel, és állítások szerint többet fizetnek ki nekem, mint a én szerintem kevesebbet fizetnek, vissza kell neki fizetnem szerintük. Ez bíróságban megjárt, tehát János Nyendrián a bíróságban és egy ítélet született. Sajnos nem feleleztem meg, tehát idáig ez az én sarak, és eljutott nagyon hamar ehhez az újpesti végrehajtóhoz. Szóval és akkor... A lényeg ebben a történetben a következő, ez a bírósági végrehajtó, mint kiderült, olyan vagyonság tárgyakat foglalt el egy PDR összegű követelésnél, amiket ugye neki nem feltétlenül kellene, szabadna, felfogjon. Az a lényeg, hogy tudomásomra jutott, hogy ez a bírósági végrehajtó, amit előbb az említettem, Németh Mél doktor Erdősik Krisztina, általános gyakorlatként alkalmaz, és több olyan újpesti lakos van, aki szépen képviselő olyan, javaslom önnek is, illetve a Káros úrnak azt is, hogy nem az önkormányzat, nem önkormányzati ügy, az önkormányzat semmit nem tud jelentésre tenni, javaslom a forduljon a közéleti kamarához, és a felekes
szerepet, illetve igazságügyi minisztérium az, ami a legmagasabb felettes szer. Én további szép napot szeretnék kívánni önöknek, amelyről mielőtt elmondom, hogy a februárban elfogadott menetrend szerint így július október 22-e helyett rákövetkezik éve, tehát ugyanúgy nem 22-én, hanem 19-e helyett 26-án lesz a következő testületülés. További szép napot!